uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Hello, Feri! Szevasztok, hello! Hello, gyerekek! Na mi? Na mizu! Reggel kijöttem, és 8 percet álltam az ég alatt. És néztem az eget. Én azt gondolom, hogy ez most már kezd súlyosra válni. Beteg vagy, ja, mondtam. Nem. Néztem az eget, hogy milyen csíkok vannak az égen. Aha. Nem hiszitek el. És az a durva, hogy elkészültem a beszámolommal, úgyhogy szerintem holnap megtartom, és utána ti is figyelni fogjátok. Figyelj, tele van az égcsíkokkal. De akkor miért vagy most megint ilyen csinos? Azt hittem, hogy ez nem kell sok helyre. Kedves egybegyűltek, kedves hallgatóink, harcos társaim, néhány szó. Figyelj, nagyon durva. Nagyon durva, ami zajlik. És ezt most komolyan mondom, hogy ma reggel kijöttem, hajnalban, horizontól horizontig tartó, szétterülő, nem felhőszerű csíkok vannak az égen. Teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű. És ez holnap most már ti is látni fogjátok. Én mutatok nektek majd egyet-kettőt, tényleg. De ez csak nappal látszik, nem? Nappal látszik, ugye az ég sötét volt, és a felhő egy kicsit világosabb volt. És teljesen egyértelmű. Látszott két párhuzamos csík, ami ugye kondens csíkszerű, de nem az, és szétterül az égen. Tehát ugye olyan, mint egy ilyen permet, amit így beszórnak. És ott álltam, és néztem, és Vikinek is mutogattam fölfelé, nézzem föl, nézzem meg az eget. Ez a csúnya fizika, de tényleg. Semmi köze a fizikához, mert meglátod. Rájössz. Semmi köze. Dehogy nem. És nem láttál a hold előtt elúszni egy kerékpározó kisfiúnak a sziluettjét, akinek a csomagtartójában valami nagyon fura lény. Nem, azt nem. Nem mindegy, olyan nyomott hangulatba kerültem ettől. Hogy? Hát ja. Letermetezték szegényt alumínium, nem tudom mivel. Azért kellett átöltöz. Igen. Visszamentem. Egy tisztáért. Visszamentem, gyerekek. Visszamentem, még egy kicsit át kell töltözni, meg le kellett ilyen antibakteriális szappannal zuhanyoznom, hogy nehogy én is kapjak permetet. Nem, ezeket már megmutatom. Az, hogy ezen fotón nem jön át jól. Szóval, hogy az eget kell nézni. De megmutatom, majd érdekes az egész, amiről beszélek, hogy mi is ez tulajdonképpen. Alig várjuk. Tessék? Alig várjuk. Kemény, most megnéztem nagyon sok anyagot ehhez kapcsolódva, hogy mi is ez a chemtrail, meg mi történik, meg milyen konferenciákat rendeznek már világszerte erről. Tudósokkal, meg szakemberekkel, fizikusokkal, akik már mind összefogva ezzel ellen küzdenek, hogy ezt valaki ismerje be, hogy mi történik. Úgyhogy izgalmas. Hát csak a fele igaz, amit mesélek majd, akkor nagy bajba vagyunk. Na. Akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Engem az egyik fele mindenképpen érdekel a trail. A trail az érdekel? Igen, szeretek túrázni. Nem, az a baj, hogy túl naivak, meg jó indulatúak vagyunk. Meg azt hiszük, hogy hát ezt miért csinálna egy másik ember? Miért tennének velünk ilyet? Engem jó indulatúsággal senki nem vádolhat. Az igaz. Úgyhogy mindegy, ilyen paranoiás vagyok, illetve nem is paranoiás, csak jó, amikor olyan, mint olyan érzés ez, mint amikor megtudsz valamit, felébredsz egy kicsit, és elkezded más összefüggésében vizsgálni a világot, és mást veszel észre, és másokat figyelsz meg, és közlekedsz az utcán, és azt érzed, hogy akik ezt nem látják, akik ezt még nem vették észre, vagy ezzel nem foglalkoznak, alszanak. És egy tök jó érzés, ha elkezded ezeket az összefüggéseket megérteni, meg realizálni, meg felfogni, hogy valójában miért történik. Na de ugyanakkor elkezdesz rögtön aggódni is. Van rá ok, mert én azt gondolom, hogy az ember tényleg megválaszthatja azt, hogy mit eszik, mit iszik, hogy él, egészséges marad-e, vagy nem marad egészséges, vagy tesz az egészségért, vagy nem. De amikor rajtad kívülálló tényezők, hatalmak, emberek döntik el, hogy te egészséges legyél-e, vagy ne, az ijesztő és az szomorú. És itt ez történik. Úgyhogy mondom, holnapra kész vagyok. Bárhol él a világon, bármit eszik, iszik, lehet az hús, lehet az zöldség, élet Barcelonába, vagy a Vega Pizzába. Nem, az a durva, hogy nem. Tehát, hogy... És itt nálunk is permeteznek ezek. Mindenütt permeteznek. Igen. Akutya fáj. Igen. Egy nagyon-nagyon szép ideológia, és így nagyon-nagyon mi megmentünk benneteket, és az emberiséget, és teszünk azért, hogy nektek 50 évvel sokkal jobb legyen ideológia mögé elbújva. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők ezt úgy csinálják, hogy permetezünk titeket rosszal, de nem valljuk be, hanem fölépítünk egy ideológiát, amiért ti majd azt kéritek, hogy de jó, hogy ti permeteztek. Sőt, permetezetek még többet, mert nagy a baj. És mire permeteznek? Csak holnap elmondom. Hát jó? Csak egy mondat, hogy mit ígérnek, hogy miért lesz jó. A maga a permetezés az tulajdonképpen arról szól, de nem akarom ezt előni, holnap mondom, készülök egy elég hosszúval. Csak egyetlen egy mondatot, ez azért van, hogy különböző alumínium részecskéket juttatnak a levegőbe, ez geoengineering nevezetű angol
jövevény szó, ami azt jelenti, hogy a föld felmelegedése ellen tesznek. Valahogy is alumínium részecskéket juttatnak a levegőbe, és azt gondolják, hogy ezek az alumínium részecskék visszaverik a beérkező napsugarakat, tehát az üvegházhatás és a föld felmelegedése ellen tesznek. És ezért permeteznek alumínium, bárium, stroncium részecskéket a levegőbe. A báriumról, ha az nem jó. Az alumínium sokkal rosszabb, Feri. Toxikus anyag. Rákkeltő. Nem jó. Ezt mondjuk fura, pont ezt teszádból felé, hogy a báriummal valamiféle problémát. Úgyhogy... Van benne egy pluszbetű a riumnál. Igen, a rium, nem rum, nem bárum. És kik? Már engem erről is beszélek. Nem tudok mindent ellőni. Nem tudok mindent ellőni. Elmondom neked holnap, hogy kik csinálják. A szabadkőműves. Tessék? Szabadkőműves. Nem, ez nem ennyire messze menő, hogy az illuminátusok és a szabadkőművesek és mindenféle... Illuminátusok. Illuminátusok, nagy hatalmak. A Tel Avivi páholy. Figyelj, én abszolút vállalom, hogy azt nem gondolnám, hogy ezzel mondjuk a Pataki Attila sorsára jutok, de azt gondolom, hogy mondjuk valamikor kimentek az égre, vagy azért kimentek az égre, és fölnéztek, és láttok két furcsa csíkot, és azt lefotózzátok, és még bejöttök másik. Figyelj, Bali, hát a fene vigye, mondtad ezeket a hülye csíkokat, én láttam kondens csík, húzza a repülőt, kicsit húzza, eltűnik, oké. De majd amikor fölnéztek, és láttok olyat, ami nem volt ott 10 éve, és nem értitek, és ezt lefotózzátok, és arról beszélünk, akkor lehet, hogy a ti szkeptikusságotok is egy kicsit átfordul. Meg én ma úgy se féltelek téged attól, hogy az Attilának a sorsára jut. Végül is hosszú-hosszú évek kemény munkájával ért el azt. Kezded, de hát, ha nem mész el odáig. Szerintem bátorság ilyenről nyilvános rádióban, nyilvános rádióadásban beszélni, mert az ember tényleg hülyének nézik. De nem zavar, mert aki hülyének néz, az tulajdonképpen a saját lelkiismeretét nyugtatja meg, és mondja azt, hogy nem, biztos a Bali hülye. Ez az elsődleges reflex, tudod. Jobb a másikat hülyének gondolni, mint elgondolkozni azon, hogy valójában lehet, hogy van-e abban valami, amit mond. De nem lehet, hogy azok, akikről azt gondolod, hogy hülyének néznek téged, és ezzel a hozzáállásukkal próbálják saját magukat megnyugtatni, valójában azt gondolják rólad, hogy te ezt fogod róluk mondani azért, hogy megnyugtass saját magadat, hogy te vagy ez, aki igazat mondasz. Nem. Hát ezt kinyírta. Ennyi. Én az érvek embere vagyok, és meg lehet győzni bármikor. Azon gondolkodom, amikor történik például atomrobbanás, meg akkor arról minden híradó beszámol azonnal, mert hogy ez veszélyes. Rengeteg híradó, Feri, annyi híradó, annyi időjárás jelentés, annyi külföldi hírcsatorna van, akik dokumentumfilmeket híradóba számolnak be, vegyi csíkokról, a konferenciákról számolnak be. Tehát ne felejtsük azért azt, hogy mi nagyon szűrt valóságot kapunk a tények és az RTL híradóján keresztül, leginkább az, hogy három lábú kutya született, megkéselték Mari nénit, és két vonat összeütközött, nem tudom. De amikor volt a Fukushima, azt mindenki mondta. Rengeteg híradó van már erről, rengeteg. Tehát, hogyha csak beütöd azt, hogy chemtrail, és megnézed azokat a híradásokat, azokat a beszámolókat, azokat az amerikai riportműsorokat, amik erről készülnek, tehát itt már nem arról van szó, hogy három ember áldogál és mond valamit. Tehát szakértőket hívnak meg, tudósok nyilatkoznak, konferenciákat rendeznek, műsort felkonferáló emberek, meteorológusok beszélnek arról, hogy ezek valóban nem voltak ott, és nem értik, és nézzenek ki az emberek az ablakon. Tehát, hogy ez már egy sokkal nagyobb világméretű dolog, mint hogy itt most három ember elkezdett valamit terjeszteni. Tehát amerikai a honlapok, CNN, az NBC, a CNBC-nek a honlapja, minden. Csak beütött, hogy chemtrail csíkok, vagy chemtrail, vagy bármi. Az interneten is megnézed, az a rengeteg YouTube linket, hogy mind kiadja azt, hogy kik foglalkoznak ezzel, akkor ez már azért egy nagyon nagy horderejű dolog. Tehát itt tényleg nem arról van szó, hogy most hárman állítanak valamit. De mondom, kész vagyok. Elkészültem, úgyhogy holnap. Jó? Holnap chemtrail. Oké, okay, Mulder. Egy 20 perc, egy 20 perc. Csak azt arra kérlek benneket, hogy hallgassátok meg. Hogy milyen összefüggések lehetnek a dolog mögött, mit csinálják, miért csinálják, mi történik, milyen változások vannak, milyen bizonyítékok vannak, és utána eldöntitek, hogy akkor ebbe lehet-e valami, vagy nem. Akkor el kell vinnem a gyors tisztítóba a zakómat. Temetés? Hát nem, már felöltözködök normálisan már. Jó, holnapra. Adjuk meg a módját, eljátsszuk az új himnuszt, leülünk, és utána beszélek majd erről. Ne, nagyon érdekes, azt sok estét töltöttem most ezzel, hogy ezt tanulmányoztam, és összegyűjtöttem különböző információkat, meg forrásokat, de mondom, megcsináltam a kis prezentációt, úgyhogy megvagyok. Lesz vetítés és PowerPoint. Egyébként lehetne, szóval, hogyha ezt a laptopot össze tudnám kötni azzal a tévével, akkor ezt meg tudnám csinálni nektek, hogy berakok különböző képeket, és ti azon a kis plazmán ott, ami fölöttük van,
azon mondj, látjátok, és összehasonlítok neked csíkot csíkkal. De tudok, holnapra feladat van. De tudok nektek mutatni majd interneten, kigyűjtök akkor Anna, még. Anna, szerezzél egy ilyen lézeres mutatópálcát, hát, mert az, piros, pontosan. Az komolyabbá teszi ezt a sztori. Igen, ez egy kis piros, pontosan. Na mindegy, jó, vállalom, hogy néhányan hülyének nézze. Nincs ezzel baj. De most nem, nem akarok erről többet beszélni. De napokat, ja, estéket töltöttél ezzel? Figyelj, fotózom az eget. Na. Tehát ott tartok, hogy tele van a telefonom olyan képekkel, és közben a flight radaron nézem ugyanazokat a gépeket, amik hol be vannak azonosítva, hol nincs. A flight radar arról szól, hogy van egy alkalmazás, ahol te láthatod, hogy a gépek, amik éppen a fejünk fölött repülnek, mi ott van, mondjuk egy Budaörs és Budakeszi felett megy, rábökök, és az a Vizernek a járata. Ott megy a Vizer. Látod? Király. Nagyon ez király. Ez a Becsés felett van most egy gép, ha fölötted megy, ott van egy másik Vizergép, nem is kell fölrakni az égre, fölnézel az égre, és megnézed, hogy hol látod a gépet. Mondjuk te Tatabányán vagy, Tatabánya fölött megy egy gép, rányomsz és látod, hogy a Vizer 872-ese megy Tatabánya felé. Áll az a turul. Turul, egyekiek is látnak egy gépet. Az mindig ugyanott van a turul. Egyekiek is látnak egy gépet a Velencei tó felé repülni, az megmondom neked, hogy ez a Berlin Air 2005-ös hívójellel ellátott repülője. Ez az app viszont nagyon jó. Igen, ez szerintem nektek is simán elérhető. Flight Radar 24. Ez tök ingyenes. Na most, amikor ezeket a csíkokat látod, és fölnézed az égre, és azt látod, hogy egy repülő egy ilyen csíkot húz, nem minden esetben azonosítható, és nem írja ki, hogy milyen repülő. Na, az miért van? Nem tudja beazonosítani, nem ír számot, nem ír semmit, nem ír hívójelet, semmit. De ő berepülhetne a mi légterünkbe egy szám nélküli repülőgép, vagy már a magyar kormány is ilyen gépeket, érted? Tehát, hogy ő nem tud berepülni. A magyar kormány nem csinál semmit. A magyar kormány nem csinál semmit. A magyar kormány, ha te NATO tagállam vagy, akkor neked oda szólnak, hogy ezeket a gépeket tessék beengedni. És a magyar kormány azt mondja, hogy igen. Beengedhetünk-e még valaki más? Nem, most nem kell. Jó. Ez ilyen egyszerű. Tehát ezek sokkal egyszerűbbek, ezek a magyarázatok. Mindig, hogy kerül be a magyar légtérbe? Hogy? Hogy NATO tagállam vagyunk, és azt a döntést hozzák, hogy ezek a gépek már pedig berepülhetnek, katonai célokat csinálnak, kutatómunkát végeznek, felderítenek, bármi, enged be, köteles, hogy beengedni. A magyar kormány hol fogja azt mondani NATO-nak, vagy az Amerikai Egyesült Államoknak, egyébként nem, ide nem jöhettek be, csúnya bácsik, ej, berepülnek. 10-12-13 ezer méter magasan. Egy perc, három percet kirepülnek. Tehát, hogy így semmiféle lehetőségünk nincs, akár ezt olyan szinten megakadályozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy ide nem. Hova nem tudsz berepülni? Irán fölé nem tudsz berepülni. Dél-amerikai országok közé nem tudsz berepülni. Bizonyos engedélyek nélkül, bizonyos dél-amerikai országban. És körülbelül kész. Ide nem tudsz bekerülni egyébként, ha te repülsz a világon, sima utasszállító bármilyen ország felé te átrepül. Tehát, és akkor emiatt titkos küldetés miatt nem lehet látni. Tehát nem lehet beazonosítani a gépet. Vannak olyan repülők, akik csíkot húznak, és nem tudom beazonosítani. Igen. Az szerintem azért egyszerű. Van egyébként, mert nem androidos a telefonod, a mi alkalmazások biztos, hogy mutatja. Lehet, tőled egyébként imádni fogod. Én nézem ezeket, rápötyögünk, Viki is nézi, ő is pötyög, gyere, csíkot lát, ki hív, megnézzük, pötyögünk. Tök jó, de nem arról van szó, hogy két megőrült ember áll a kertjében. És nézi a mobiltelefonját, és utána, amikor meglátnak egy csíköt, berohannak, és gyorsan elkezdenek zuhanyozni. Csak jó ezekre az összefüggésekre egy kicsit újra látni, hogy azt gondolod, hogy valamit megértettél, és valami olyan dolog történik, amiről beszélni kell, fel kell ébreszteni az embereket, észre kell venni, és kérdéseket kell feltenni. Még ha nem is hiszel, legalább jussunk el odáig, hogy felteszel néhány kérdést, hogy vajon ez miért van, ami eddig nem volt. De volt olyan az elmúlt esték egyikén, vagy akár több estén is, hogy Benny odagurult hozzád a kis futóbicikliével már sokat szorra, mert látta rajtad, hogy valami nagyon nyomaszt, hogy nagyon-nagyon-nagyon barázdált a homlokod, és akkor megsimogattad a kis buksiját, beletúrtál a szőkefürtjébe, és azt mondtad, Benny, apa most nem mehet veled játszani. De egyszer még hálás leszel nekem ezért. Éppen fel akarok göngyölíteni egy világméretű összeesküvést. Meg kell érteni. Hát a hasonló nem is, de az, hogy őt ártatlanul biciklizik, és én fölnézek az égre, és azt mondom, hogy ő milyen világban fog fölnőni, az egyébként igen, és én mondom, hogy nézd benni, milyen furcsa csíkok, és mondja, hogy apa nem, azokat csak a repülők húzzák. És nézem, édesem. Már a te agyadat is kimosták. Édesem, de cuki vagy, te még ezt nem érted meg 4 évesen, hogy miről akarok neked mesélni, hogy ezek miért mások ezek a csíkok. Csak mindig mondja, hogy apa, ne nézz azokat a csíkokat, azokat csak repülők húzzák, tudod, ilyen tök egyértelműen elmagyaráztam neki. Milyen apa, szerintem te vagy az agymosod. Igen, apa, te nagyon hülye vagy. Igen, és nézd, apa, az ott egy elefánt a fán, igen. Szóval, na mindegy. Érdekes. Érdekes a dolog, az de egy holnap kentél. Fényképezőgéppel a fa tetején. Azt tényleg ott van a kurva. Te rohadt szemét, szállsz-e a fánkról? Jó, úgyhogy holnap azon gondolkozom, hogy holnap
9 óra után. Jó? Jó. 9 óra után. Nem kell elmennünk 9-kor. Egy 25 percet kérek. Egy 25 percet kérek az életetekből. Még lehet, hogy egy pár fotót is. Nagyon fotót jó. Is csinálok, jó? Azt várom. Zsül, azt meg tudod oldani, hogy a Bazsi számítógépét oda felrakod a képét? Miért nem? Köszönjük a tiszta őszinte korrektálást. Nem is gondolkozott sokat, nem? Az lenne a jó egyébként, ha tudnék ilyen kis képeket, és azonnal földobni a plazmára. Hát azért old már meg valahogy, legyen meg egy normális prezentáció, érted? 2013-at írunk. Ha hónapok óta dolgozik a PowerPoint-on a Balázs. Vagy nekem a sokkal jobban tetszik, hogyha behoznak egy ilyen nagy műanyag táblát, és egy ilyen zsírkrétával elkezdenél rajzolni ábrákat, képleteket. Igen, H2O minusz. Igen. Na jó, oké, veletek Mizu egyébként, azon hát, kívül, hogy csikos az ég. Hát most a Ferivel együtt olvasgattunk itt egy cikket, amiből kiderült, hogy a kelet-magyarországi lottó nyertesünk állítólag az ismerősök szerint már napok óta részeg, és nem hajlandó senkinek egy büdös fillet adni. Tehát ő lesz az a következő, akikről beszélgettünk, hogy egy év, két év alatt elverik a pénzt. Ha ez igaz, hogy ő tényleg három napja részeg, mióta megtudta, hogy gyert, és mindenkit elküldött már a francba, aki barátja, akkor azt gondolom, hogy meg vagyunk. De nem fog rámlékezni valószínűleg, hogy mire költötte, csak ha mondjuk bemegy a garázsba, és ott talál mondjuk 6 vagy 8 drága autót, és egyébként meg a számlája meg 0 forint lesz. Tehát, hogy simán benne van nála a pakliban. Simán benne vagy az egész cikk amú. Benne van az is, igen. Nem? De megszólal a kicsoda. Szerencsejáték ZRT is, meg ilyenek. Hogy ők is tudják, hogy részek? Nem. Vagy együtt részek? Igen, együtt is. Vagy kivitték a pénzt, és azóta a szerencsejátéket alkalmaz, hogyha nem jött haza. Felhívták, és nagyon részek volt. És azt mondja, hogy itt vagyok valahol. Nagyon nagy a buli, gyerekek, jó fej ez a nyert, és úgy berúgtunk, mint az atom. Hát mert pénzt nem kér, csak egy kamion rövidet. Váltsuk át 3 milliárdot a üvegre. Miről nyilatkozik a szerencsejáték ZRT? Hogy nem mondhatják azt, hogy Nyíregyháza, mert azt így érzik, hogy Nyíregyháza vagy környéke, és úgy ők meg ezt nem mondhatják. Ők csak ennyit mondhattak, hogy kellett Magyarország. De attól még lehet kamu, persze. Lehet kamu, de nagyon jó. Ha kamu, akkor nagyon ügyesek. Mert akkor tényleg egy-két éve van ennek az arcnak, meg az elvonó. És mit írnak, hogy nem ad senkinek a nyereményéből? Hogy ahogy megtudta, hogy jövő az ötös, be a páncélszekrénybe záratta a szelvényt, hogy elneveszítse, azonnal irány a kocsma, nagyon csutkán bekarmolt, és mindenkinek megmondta, hogy szevasz Béla haverom, na fillért nem kosz, mert enyém az ötös. Még egy kör, de azt is csak nekem. Hát ez rövid lesz, gyerekek. Így nem valamit, nyilván van nálad pénz. Ez nagyon rövid lesz. Ez nagyon rövid lesz. Na jó, megnézzük, majd elolvasom. Hogy állunk játékkal? Egy-egy. Egy-egy. Erről az egy-egyről az jut eszembe, hogy ha egy-egy van, akkor szerda van. Ha szerda, akkor értekezlet. Ha értekezlet, akkor megint rendet kell tennem. Szét között. A szerdákat nem szeretem. De az értekezlet miért? Mert akkor tegyétek át kedre az értekezlet. Igen, olyan tudod, hogy úgy vége az adásnak, és akkor úgy tudod, hogy úgy vége, már együtt vagyunk, vége van, leszünk, vagy megyünk haza, de még ott ilyen nyomasztó dolgok, mint az értekezlet. Hát igen, de csütörtökre péntekre nem lehet áttenni az értekezletet, mert akkor már belerondít a hétvégébe. Hát ezt minél előbb el kell tudni. A hét elején. Igen, legyünk túl rajta ma. Na jó, egy-egy van, akkor lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan, jó, SMS-ben arcoskodva, Annának puncsolva, bármi megengedhető, minket kicsit bántva, jó, mi pedig jövünk pontosan a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és egy-egy van jelen pillanatban, ugye, úgy állunk? Úgy. Egy-egy? Úgy. Igen, egy-egy. Ugye? Igen. Egy-egy van, úgyhogy megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Szia! Hello! Sziasztok! Gyuri, hello Gyuri! Gyuri, honnan jössz minket? Miskolcról éppen, vagyis hát éppen úton leszek hamarosan Harsány felé munkába, de még itt állok egy megállóban Miskolcon. Mit dolgozol majd? Raktárosként tevékenykedem egy gépre előállító üzemben, és éppen a céges autót várom, hogy felvegyenek, aztán vigyenek. Úgyhogy a játék közben esetleg így hirtelen bepattannék egy kocsiba, akkor annak ez lesz az oka. Jó, kivel szeretnél játszani, Gyuri? Legyen a Feri.
Remek választás. Hát senki nem maradjon ki. Köszönöm, nagyon kedves. Igen, Feri még játékszűz ezen a héten. Hát ezt majd én elveszem, sőt át fogom venni a vezetést is a hallgatók felé. Ez az. Csak az kemény indul. Azt a mondod? Szerint. Na meglátjuk. Jani elindítja az órát, jó? Oké, rendben. Jani? Three, és Tubu, és Van, és Fire. Ismered azt a kaláka dalt, hogy György vagyok, nem Gyuri? Hát hallottam már róla, de úgy teljes mértékben kimaradt ez az életemből. Meghallgatnád? Hát, hogyha esetleg ti ezt lejátszanátok nekem most a reggel folyamán, akkor persze szívesen meghallgatnám. Vicces, vicces lenne. Azt mondta, targoncázol, ugye? Majdnem, csak hogy raktárosként tevékenykedem, tehát kicsit más ez, amit én csinálok. Azt mondtad, van targonca, villás. Az is van, persze, hát hogy ne lenne, csak én inkább azt csinálom, hogy amit visznek ezzel, azt odaadom, és akkor ők ezt elviszik. Tehát ilyen kiadó ember vagy. Tulajdonképpen persze, plusz rendelő, tehát eszközöket, munkavédelmi dolgokat kell beszereznem, és ezeket kiosztani és felügyelni. Szupermeló. Sárgák a targoncák? Részben, és pirosak. Piros is van? Vége? Itt a vége. Ügyes volt. Szép volt. Nagyon ügyes voltál, Gyuri. Köszönöm. Ez igen. Na, ez játék volt. Kentük végig, toltuk, húztuk. Ez igen. Ez szép, ilyen jó játékosunk régen volt. Érződött rajta masszív. Mindig hallgattam, hogy ez ennyire tűnt ez a játék, és nem is értettem igazából, hogy mit szeretne ennyire túlpedagni, ennyire egyszerűen, mint a dolog. Na hát mondjuk azért azt, hogy nem mindenkinek neked ilyen volt, igen, vagy ennyire egyszerű volt, nem mindenkinek ennyire egyszerű, de küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Oké, Gyuri, mi köszönjük. Megértem. Ciao. További szép napot, sziasztok. Szia. Hello, hello. Jó volt, ügyes volt. De így kell csinálni. Nem áldogált. De hogy így kell csinálni, el kell veszíteni. Ja, tényleg, de hülye vagyok. Fúj, Gyuri, fúj. De nagyon rossz volt. Na, ezek mi után van? Nincs is kedve más semmit csinálni. Akkor zárni. És csak 2-1 még, nincs olyan nagy baj. Nem? Holnap után. Simán behúzzuk. Hát igen, de a holnap után azért más dolgunk lesz. Akkor nem fogunk tudni koncentrálni a játékra. Tényleg, hogy játszunk a föld alól? Telefonon mondjuk. Hát, telefonon persze. Aha. Persze, simán. Hogy csak mindig, amikor ilyen kitelepülés van, akkor szoktunk helyi erőt választani, hát akkor ez most ugrik. Persze. Vagy valaki fönt van egy mikrofonnal, mi lenn? Valahogy. Drága jó, Gyulánk megoldja. 5 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra, amúgy pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Közlekedési híreink vannak egészen frissek, de nem túl jók. De még előtte gyorsan, mi van most ezzel a kimondással? Mert ennyi SMS már régen jött. Ezt senki nem tudja alátámasztani. Kitöröltem már 400 darab SMS-t, ami arról szól, hogy Feri kimondta már az első. Igen, mert a dalban az, hogy György vagyok, nem Gyuri. Annyira hülye vagyok. Ez volt az első mondatom, hogy Gyuri, ismered azt a kalákadalt, hogy György vagyok, nem Gyuri. És itt ültünk, és így mentünk tovább. Simán. De hogy senki ne gondolja, hogy azért, mert megpróbáljuk elhallgatni, nehéz lenne, ami kiment az éterbe, azt elhallgatni. Egyszer csak föl se tűnik, megyünk, nem? Illetve egy hallgatónak van igaz, aki azt írt, hogy a játékos kimondta az igen. 4000-en megírták a Györgyök nem Gyurit, és egy hallgató azt írta. Figyelj, igen, simán átcsúszott rajtunk. Az eljárásban az ügyvédet nyilván azzal védekezni, hogy tisztelt bírósági hölgyeim és uraim, természetesen ezek a szavak, amiket Védencem kimondott, nem az ő szavai voltak, hiszen idézett egy dalszövegből, a Kaláka zenekar dalszövegéből. Az is jó, vagy hogy nem azt mondtam, hogy nem Gyuri. Ügyvédől üljön le egyes. Az a durva, hogy a játékos megnyerte. Meg, mint a húza. Igen. Tehát megadtuk, de mégis a megadás után is még mennyien küldték el, hogy te kimondtad. Már igazuk van, mert én elbénáztam. Na, de az ajándékcsomagot megkapta. De szólni kell, akkor is. Ez nem egy ajándékcsomagról szól, Balázs. Ez a tiszta játékról. Ez az elvről. De ez akkor lenne érdekes, hogy szóljál, ha te megnyerted volna az egy percet, és ugye az lenne, hogy te akkor most nyertél. Most, ha hallgatok egy rádiót, és a végén a játékos megkapja, akkor tulajdonképpen tök mindegy. Nem, mert itt rengetegen még már jóval a játék után még megírták, hogy te kimondtad, de köszönjük, egyébként jogos, úgyhogy igen, hát Feri kimondta. Igazságotok van. Feri kimondta, úgyhogy akkor 2-1 marad, és ugyanúgy nekik. Így van. Semmi nem változtat. Igen. Nem. Ez olyan, mint hogyha mondjuk egy cságáns olimpiai bajnoki címet megóvnának, a saját szövetség is azt mondaná, hogy kérem szépen, nem kokával nyert, hanem ipponnal.
Igen, tulajdonképpen. De a lényeg mindegy, nem? Hogy mivel is nyert. Na, a mai napon is lehet regisztrálni, már nem sok idő van, drága hallgatóink. Ha valaki szeretné megnyerni ezt a kis Chevy Trax-et. Ugye, ez egy nagyon kis finom autó, egy kis családi SUV-ocska, ugye, ha lehet így mondani, már ilyen jeepes kinézete van az autónak. Gyönyörű szép 5 millió forint értékű autó, közel 5 millió vagy kicsivel több, nem tudom pontosan. A lényeg, hogy ezt az autót szeretnénk odaadni valakinek pénteken. És a mai napon még be lehet menni regisztrálni valamelyik Chevy márkakereskedésbe, hogy hol vannak ezek a márkakereskedések, az a Chevrolet.hu-n vagy a Classfm.hu-n megtekinthető. Menjetek, mert már túl sok lehetőség nem lesz, hogy valaki autó tulajdonos legyen. Kipróbáltuk, beleültetek, megnéztétek, jó, nem? Nagyon. Szinte elpusztíthatatlan elektronikával rendelkezik az autó, én ezt teszteltem is. Gyakorlatilag újra lehetett utána indítani. Én bármikor mennék veled egy autós kört, hogy te vezetsz. Komolyan, én annyira élveztem, hogy Jani beült, az nagy volt, igen. Alaposságával beállított minden. Elindultunk, gyönyörű úttartás, majd padlófékén lefejeltem a szélvédőt, autó lefulladt. És kiszálltatok, és igen. Igen. És odaadtatok a promóciónak a kulcsot, köszönjük. Én is visszaálltam, vele mondom, ez a biztos. De élmény volt, én még otthon is nézegettem a honlapon, hogy mit tartalmaz. Igen, 17-szoros kijelző van benne, ugye? Így van, igen. Ha végén ez kérhető egyébként. Igen, picit kevés a helyben, ha 17 szolos van benne, viszont nagyon nagy a képernyő. De 7-es mindegyikben van. Az 7 van. 7 szolos. 7 szolos az van, úgyhogy tényleg egy nagyon szép autó extrákkal felszerelve. Pénteken pedig ez az autó ellásása kerül velünk együtt. Az ott összegyűlt szerencsés hallgatóknak pedig ugye a Ferdinánd híd lábánál lesz majd ez a rendezvény. Bárki jöhet bennünket megnézni, drukkolni, végignézni az ásást. Szorítani rokonok, hozzátartozók, hallgatók. Ugye ez a West End mellett a nagy parkolóban, a Ferdinánd híd lábánál. Kérlek, szépen tegnap mentem a piacra, és mentem át a Ferdinánd hídon, így felülünk a Váci út felé, és onnan gyönyörűen le lehet látni, ugye ha mész át a hídon, akkor a Duna felé mész, bal oldalon van a West End, igen. És jobb oldalon van egy óriási nagy parkoló, és annak a végében ott áll a mi munkagépünk, és egy akkora gödör, amit nem hiszel el. Tehát fogalmad nincs, hogy mi lehet, és aztán rájöttem, hogy basszus, ez mi vagyunk, ott fogunk ülni a föld alatt. És azt a kitúrt földmennyiséget fogják ránk tolni. Igen. Ez mondjuk nem annyira vicces, szerintem, de mindegy, hát valahogy túl leszünk rajta, de már megvan a gödör. Tegnap délután, vagy tegnap délben mentem arra, akkor már ott van. Már megvan. Óriási. A gödör. Nagyon nagy. Oh. Ez, mondjuk de hogy tudnak annyian kiásni majd 10 vagy 11 ember? Nagyon jó a kérdés, talán kicsit későn kezdesz el gondolkozni ezen, hiszen már megy az akciónk. De hát lesz segítség. Lesz. Tehát lesz nekik segítség. Majd különböző időpontokban, különböző kérdésekre jó választ adva igénybe tudnak venni egy kis segítséget, amivel ugye mi tudunk gyorsítani az ásáson. Uh-huh. Ugye? Bizony. Na mindegy, a lényeg most még egyelőre nem is ez, mármint ez is fontos, de hogy menjetek regisztrálni, mert ma is hívunk valakit, aki regisztrált, még akár 9 órakor is, és ő is boldog autótulajdonos lehet. Na most nem az van ugye, hogy az egész konténert ki kell ásni, csak ha ásnak egy ilyen lejáratot, mert az ugye könnyebb valamivel. Igen. Ahol már mondjuk a kocsi meg mi föl tudunk jönni, akkor jó, meg vagyunk. Hát akkor már szerintem az oké. Okay. Akkor már valamennyire kim vagyunk. A mai helyszín, ahova lehet menni, még Chevrolet márkakereskedéseken kívül az Eger, az Agria Park főbejáratánál. Ezt az egriek nyilván tudják, hogy ez hol van, nem? Uh-huh. Teljesen egyértelmű számukra. Számukra, igen. Tök egyértelmű, hogy ez hol van. Úgyhogy oda lehet menni, jó? 10 és 19 óra között, és a mai napon az egrieknek szeretnénk egy kicsit segíteni. Az Agria Park főbejáratánál is lehet regisztrálni. Ne menjetek el a lehetőség mellett, tehát tényleg ez egy ilyen visszanemtérő alkalom, és egyébként akik ott lesznek és ásni fognak, azok semmiképpen nem fognak távozni. Üres kézzel mindenképpen nyerni fognak valamit, egyrészt lesznek sevis ajándékcsomagok, ezek kívül kis ládák lesznek majd elrejtve a földben, és ezekben a ládákban egyébként több 10 000 forint, 50 000 értékű egészen pontosan vásárlási utalványok lesznek eldugva, amiket a közeli bevásárló központ egyes üzletében lehet majd beváltani. Úgyhogy üres kézzel senki nem megy haza. Úgyhogy hajrá! Jobb tessék regisztrálni! Pénteken pedig várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne bennünket kijönni, megnézni. Sok belőlünk akkor nem látszik, de reméljük a felszínre kerülünk 6 órától már a Ferdinánd híd lábáig. Vagy a lábától már ott lehet bennünket nézni. Na, mi van ezzel az aligátor teknőssel? Megvan. A brutális vér aligátor teknős, a gyerekeket, idős néniket, lassan közlekedő nagypapákat
és... Ez egy fél marhacsordát és elrabló. És egy fél marhacsordát megevő, ennyi. Brutál vérteknőse. Befogta Bodz Zoli? Így van. Bodz Zoli gyakorlatilag megint megmentette. Megmentette Budapest lakosságát. Mit Budapest lakosságát, egész Magyarországot, mit Magyarországot, Európát, mit Európát, az egész világot megmentette egy félelmetes alligátor teknőstől. Én egyébként kezdeményezni fogom, hogy a főpolgármesteri hivatalnak a tetején létesítsenek egy hatalmas reflektort, amivel az éget tudjuk világítani, hogy bézé, abban az esetben, hogyha valahol feltűnik valamilyen predátor jellegű vadállat, mert hát ő ugye, ahogy hallottuk a hírekben, és ő így fogalmazott, hogy gyakorlatilag itt ennek a hatalmas, hihetetlen, vérszomjas predátorszerű teknősnek gyakorlatilag olyan paraméterei vannak, mint ugye nagy Schwarzenegger film klasszikus egyik főszereplőjének. Ilyen hihetetlen. Én láttam róla egy fotót is, hogy ketten a Szilágyival, aki nem tudom kicsoda, de egyébként az ő nevét nagyon korrekt módon elmondta Zoli az anyagban. A Szilágyival együtt fogják ezt a hihetetlen alligátor teknőst, az egyik újságban van róla egy fotó, hát borsozott állam, amikor ránéztem. De hogy van az, hogy senki nem tudja, hogy hol van, ő oda megy és megtalálja? Tehát azért Budapesten megtalálni úgy egy teknőst, egyébként, hogy ez a teknős, ez jó pár hónappal ezelőtt tűnt el, nem? Vagy Balázs, héttel ezelőtt, tök mindegy. Nem találják sehol, egyszer csak oda megy, ott van egy tó, oda megy, meg, és kiemeli a teknőst. Ezért ő az, aki. Mennyi lenne az esély most azt, hogy találjátok meg, nem is egész Budapesten, a 12. kerületben egy teknőst. Hát azért mi hárman bóklásznánk egy ideig, ez, nem? Ez olyan kérdés, mint hogyha valaki azt tenné fel, hogy te miért tévézel, azért, mert erre születtél. Igen, vannak triviális dolgok az univerzumban, amiket nem lehet és nem kell megmagyarázni. Zoli erre született. Ő tudja, hogy hol van, mert érzi, mert tudja, nem tudjuk megmagyarázni. Miért nedves a víz? Azért, mert az a víz, érted? Van egy különleges kapcsolat Bot úr és a teknős között? Tehát egy rezgésen vannak ők? Minden veszélyes, elveszett, megkeresésre váló állat és Zoli között van kapcsolat. Ő hol volt? Ő valami csatornában éldegél? Talán egy győri csatornában? Ja, vagy nem mondani? Az egy másik? Nem. Győri csatornásat megtalálták. Azt megtalálták. Az csatornatisztítás közben majdnem leharapta ott is a búvár ujját, aki csatornát tisztított, az beadták a győri állatkertben. És ezek érted többen vannak. Azt hittük, hogy csak egy alligátor teknős van, aki már védett helyen. Nem. Itt az új. És ezt is elkaptam. És egy patakparton bóklászott. Egy patakparton bóklászott. Közben a Pépi tér mellett. És ki a Szilágyi? A nagy észventúra társa? Ki az a Szilágyi? Nem tudjuk, ő egy Szilágyi. Hát szerintem szerintem a Szilágyi az a Zolinak, mint ami Robin Batmannek. A szán segédje, a segítője, a társa. Nem csak azért, mert úgy néz ki, mint a Kiki. Nem lehet, hogy a Kiki közben elment alligátor teknős befogónak? Nem. Hát hasonlít. Egyébként van benne valami. Ugye, hogy úgy néz ki, mint a Kiki elment volna egy kicsit segíteni. Na, feljövjük a Bodz Zolit, megkérdezzük, hogy volt ez a befogás, mi volt, egyáltalán honnan tudta, hogy ott van az a teknős. Hát meg hogy csalta el? Meg hogy? Tényleg? Mert itt az ugye múltkor azt mesélte, hogy itt megfigyelték a területet, és kihelyeztek csalétket. Igen. Hogy akkor most kijött? Hát... Csaléda? Most ő azt nyilatkozta egyébként, hogy eleinte úgy tűnt neki, mintha ez egy béka lenne, egy szimpla mezei béka. Mármint, hogy béka lenne a teknős. Igen, először békának nézték, de aztán egy gyanút fogott. Hát ugye a hatodik érzéke. Már csak a méret folytán is. A Fehérkereszt Állatvédő Liga kurátora. Aha. Aha, ez a Szilágyi. Igen, na. Aki úgy néz ki, mint a Kiki. Micsoda technika, mi? Itt van velünk a nagy. A nagy vadász? Ő az. Az alligátor teknősök réme? Az állatok befogója? Az emberek segítője? Így van, Magyarország kampanilíniája? Igen. Bodz Zoli, hello Zoli, jó reggel! Hello, szevasztok, üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt mindenkinek! Na mi van, megvan a kis teknős? Aki az ügyes, na ki a profi? Na ki a király? Na ki a király? Ki a király? Na? Te vagy! Na jó, hát tegnap hála Istennek fontos tettünk ennek az ügynek a végére. Úgy gondoltam még, hogy utoljára, megmondom őszintén, hogy már én is kezdtem feladni ezt a történetet, mert úgy éreztem, hogy most már jön a hideg, valószínűleg az állat el is vermeli magát, mert itt mondtam úgy, hogy sajnos ezek az állatok át is telelhetnek, és elég szépen sütött a naposka, és úgy gondoltam, hogy kimegyünk még utoljára megnézni, hogy ott a környéken, ugye beetettünk bökhallal, és megnézzük. Hát sétáltunk a parton, ugye mind a két oldalán a pataknak én mentem, illetve a Szilágyi István, és hát én észrevettem egy... Én akkor azt hittem még, hogy béka, mert én 5-10 méterről láttam a fejét ott kidugva, és mikor közelebb mentem hozzá, akkor láttam a páncélját,
Hát annyira megijedtem, hogy a borosüveget is eldobtam. A borosüveget? Hát, ja, hogy egy jóféle baj. Hosszú megfigyelés, és szomjas az ember. Na, szóval tényleg, amit megláttam magát az állatot, én próbáltam utána nyúlni, viszont belecsúsztam a patakba. Megfogtam ugye az állatnak a farkát már, amikor a víz alatt volt, próbáltam kihúzni, csak én elkezdtem süllyedni ugye az iszapba, mert eléggé iszapos volt ott a környékem, és akkor átugott a Szilágyi, és próbált engem kihúzni. A Szilágyi, én meg a teknőszt, pont mint a mesében, tudjátok, hogy a répát húztuk, vagy hárman, akkor kihúztuk magát a teknőszt. Hát kicsit nagyobb ez a teknős, mint amire számítottunk, mert ugye mi 5-6 kilót sasszoltunk a fényképek alapján, amit lefényképeztek, ez az állat van, vagy 10 kiló. Ez nem kicsi. Hát nem kicsi, elég robosztus mérete van. És a farkánál fogva, ketten a mocsárva, áldogálva próbáltátok ott kihúzni? Hát jobban mondva én, mert ugye becsúsztam a patakba, hát attól féltem, hogy ugye elég zavaros volt ott a víz, én attól féltem, hogy belém harap, mert elég nagy brutálisan elkezdett támadni, karbolni ott a víz alatt, és próbáltam én ugye megfogni, én azt hittem, hogy a hátsó lábat fogtam meg, és akkor ugye éreztem, ugye az aligátor teknős onnan is kapta a nevét, hogy elég hosszú ilyen aligátorszerű farka van, erőteljes, robosztus farka van, és akkor utána hála Istennek, hogy a farkára tudtam ráfogni, és nem tudott elúszni onnan, mert hogyha még ott beássa magát az iszapba, az még eléggé rossz lett volna nekünk. Na most akkor utána kihúztuk ezt, ketten ki tudtuk húzni a partra, és akkor ott be is tudtuk dobozolni, hála Istennek. Te a teknősnek a farkát fogtad, a Szilágyi neked mindet fogtad? Szilágyinek a vállamat próbálta húzni, úgyhogy hát kicsit akkor parás volt a dolog, mert ugye ezek az aligátor teknősök elég keményet tudnak harapni, tehát hatalmas nagy harapásuk, és ez elég agresszív is, tehát mindenre ráharap, ami mozog, tehát amikor fogtam magát a teknőst, a víz alatt csapkodott éreztem, tehát nagy karmai vannak, próbált karmolni engem az állat, úgyhogy hála Istennek, hogy nem történt semmi baleset, én azért megmondom őszintén, kicsit megijedtem. Figyelj, de mi lett volna, ha ez ott marad? Tehát, hogy halva ezt az állatmentést, ez mindenkinek jó, csak az állatnak nem. Tehát, hogy ott hagyjátok, ott vermeli magát, éldegél szépen, hát ott a mocsár környékére nem nagyon megy senki, nem? Hát de azért mentek. Az volt itt a probléma, hogy játszótér van a közvetlen közelbe. Bemegy a játszótérre? Hát nem, hogy bemegy, igazándiból a játszótérről mentek ki, mert hiszen amikor nyáron elkészült ez a fotó, a gyerekek vették észre, és ők mentek le a szüleikkel. Azt hitték, hogy ez egy Magyarországon őshonos mocsári teknős, és akkor megfogták, ugye látták, hogy nem tudom ezt, hogy lehetett összekeverni mocsári teknősre, meg is fogták, ugye csak nem szakszerűen fogták meg, és hogy az állat, ahogy vissza akart harapni, akkor dobták el hirtelen, de sikerült még egy fényképet készíteni telefonnal, azért tudtuk beazonosítani, hogy ez egy mocsári, illetve mocsári teknős, egy aligátor teknős. Tényleg ne haragudj 2-6 évesre, hogy nem tudták megkülönböztetni. Nem 6 éves, a szüleik voltak, nem 6 éves. Hova tart ez a te tényleg, hát, hogy a 6 évesen azért tud már megkülönböztetni. De ha felnőtt volt, a felnőtt is miért nem tudja, nem? Hát alapjúvertség. Figyelj, ez valahol megnőtt és elengedték, vagy kicsin engedték el, és ott nőtt? Ez magángyűjtők. Megvették ezt kicsibe. Pár évvel ezelőtt meg lehetett ezeket az állatokat, én 10-15 évvel ezelőtt vásárolni pár ezer forintért. Ezek most érték el ezt a méretet. És most már igazi ragadozóvá váltak, tehát most már tényleg félelmetesek, nem lehet szerelgetni őket hurkapászikával, meg nem lehet semmiféleképpen ugye kiengedni a teraszra napozni, mert hát ugye ezek már nagyok, és ez igazi ragadozók, tehát mindenre ráharap, ami a közelébe van, és ami mozog, legyen az a lábam, legyen az macska, kutya, bármire. Uh-huh. És itt is az ugye lehetett... mondták a helyiek is, hogy a kiskacsák ott elfogytak a patakból, tehát most már meg is értem, mert ennek a szájában egy kiskacsa bőven belefér. És itt is az lehetett, hogy az eredeti tulaj megunta a kis kedvencét, és akkor fogta és kiraktad a patakpartjára, hogy akkor majd... Megunta, vagy megijedt tőle. Itt általában egy ekkora méretű állatnál már azzal, hogy megijednek, mert ugye nincs szakértelem, mögötte megveszik nagyon picibe, akkor még nagyon kis aranyos. De várjál, nem lehet megijedni, hát ha az nem úgy nő ez a teknős, hogy elmegyek a munkámba dolgozni, a teknős 3 centi, hazamegyek, és a teknős megnőtt a 8 körös, és egy éveken áttartó megijedés volt, hogy észrevette, hogy a teknős hát, egyszer csak vagy nagyon kapott nagy egy lett. Hirtelen, kapott egy hirtelen harapás, vagy kapott, próbált a teknős, ugye eddig nem volt semmiféle ilyen agresszivitásra utaló nyom, hazament próbált etetni, ugye, és akkor a teknős megpróbált elkapni az ujját, ilyenkor megijednek általában a tulajdonosok, a kígyó tulajdonosok is ilyenkor ijednek meg, mikor a kígyó próbál harapni, és nem jön össze mondjuk ez a harapás, de akkor nagyon megijednek, hogy nehogy legközelebb összejön a harapás, na akkor ilyenkor ugye kiengedjük a szabad természetbe. Úgy sincs a nyakába biléta, úgyse fognak rájönni, hogy kié volt az állat. Ugye mivel
chip kötelező lenne, ugye emberéletre veszélyes állattával nyilvánítva, ezért be kéne chippeltetni, de hát ezekben nincsenek benne chippek, ezekben az állatokban, ugye mert engedély nélkül voltak tartva, tehát egyértelmű, hogy nem lehet visszanyomozni, hogy kié volt. Hát, azért nem lehet egy egyszerű érted, hazamész és keresled a nagypapát a kis szobába, és benn van már a teráriumban, mert becipelte magával az aligátorteknőt. Igen, és már csak a botja van eldőlve ott a kis terárium mellett. Hát gratulálunk, nagyon ügyes vagy, számomra rejtély, hogy ezt egy, hogy van az, hogy az országban bármi eltűnik, te ott vagy, és előhúzott tóból, csatornából. Hát a rutin meg az évek, tudjátok. Meg a szakma hát, szeretete, persze. Ennyi. Igen. És mi lesz most a tekivel? Mi lesz most a tekivel? Hát a teknős az most állatorvosi vizsgálatokon fog részt venni, meg fogják vizsgálni, de igazán elég jó egészségi állapotban van, elég szépen fel van dagadva. Utána valószínűleg egy téli álmot fog aludni, és valószínűleg a Veresegyházi medve otthon kifutójára fog kerülni. Ott építenek neki a nagy medencét, és tavasztól már ott látható ez a teknős. Hát jobb, mint hogy egy új budai tájétterembe végezni. Igen. Az se rossz felhasználás. Jó teknős leves egyébként. Jó, most van valami, amit keresünk, amiről nem tudunk, amilyen megbízásod van, ha beszélhetsz róla, vagy tött... Most nincs semmi. Ilyenkor nyugi van, ilyenkor ősszel nincsen nagyon, mert tudjátok, az európai hüllők azok mind elmennek telelni, a trópusiak, amik meg megszöknek, azok vagy áttelelnek, vagy ők az is telelnek, vagy ugye sajnos megfagynak. Már hogy az európai hüllők elmennek telelni, ahogy elmennek pihenni. Elmennek pihenni, igen. Értem. És akkor ezek tavasszal kelnek fel. Tehát akkor most nem érzel semmit, tehát nincs olyan, hogy éjjel kettőkor megriacottan felülsz az ágyadban. Majd otthon kiengedek egy pár fürdőgyíkot a lakásba, és azokat, hogy ne unatkozzak, összefogdosom, keresgetem. Ilyenkor szólsz a Szilágyinak is, hogy mentsen? Nem, a Szilágyi, hogy keresgesse otthon a medvét, meg a farkasait. És soha nem indult még ki hason más versenyen? Nem tudom, mondani is fogom neki. Mondani fogom neki. Tényleg most, hogy mondjátok. Na, nagyon hasonlít rád, ma reggel vettük észre. Jól van, na Zolikám, hát vigyázz akkor magadra, ha bármi van, mi úgyis jelentkezünk, jó? Ha rekordkísérleted van, bárhova befekszel, rálépsz, megmaratod, csípeted, haraptatod magad, akkor is szóljál. Jó, kórházból is szólok nektek, ízzétek el, infúzión keresztül, akkor is. Akkor is szóljál. A kisztó előtt felhívlak titeket. Jó. Vigyázz magadra nagyon, jó? Köszi szépen, ciao. Ciao, Bodzoli, hello, köszönjük szépen, vigyázz magadra, hello. Zseni a Pali, nem? Imádom. A magyar hivatalos észfentúra megy, és befogja. És még elmegy egy utolsót sétálni, hogy hátha, és megtalálja. De tényleg, tudnál keresni egy teknőst? Vagy egy kígyó? Vagy... Ha Szilágyi ott van velem, akkor hát, már figyelj, de tényleg, hogy azért erre születni kell. Elkezdel, hogy ott mennek, meg van bontva egy üveg bor, és akkor egy a Szilágyi megpróbál kedvet csinálni a farkasokhoz, a botnak, a bot megpróbál kedvet csinálni neki a hüllőkhöz, és akkor a béka szerinted? Ha nem tudod, de beugrok. Igen, Pista, gyere már, Na jól van. Oké, 7:30 múlt, már pontosan 1 perccel. Jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal mi is. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, minden Morning Show hallgatónak. Irány a Chevy kereskedés, aki még nem volt, regisztráljon, küldjétek a családot, mindenki vigyen egy embert, két embert, még egy embert, amennyit csak akar, hogy legyen autó pénteken. Beregisztráltok, többen regisztráltok, nagyobb az esély, hogy valakit kiválasztunk, és jöhet pénteken ásni. Az ásás nem lesz egy komoly fizikai munka, inkább egy buli lesz, jól fogjátok magatokat érezni, jó hangulat lesz, kaptok segítséget, és szépen lassan körvonalazódik majd a stúdió és az autó, és aztán 9 óra után valaki megnyeri ezt az autót. Ha valaki szeretne jönni drukkolni, Ferdinánd híd, West End, így van, a nagy másik parkoló. Oldal. A másik hát a oldal. Az egyik oldal, a másik oldalt van ugye a nagy parkoló, és szerintem egészen sokan elférünk, úgyhogy lehet jönni. Ferdinánd híd lábánál, ugye? Aha. Igen, a Ferdinánd. Ez a Váci, illetve az ott azt hiszem Lehel, ahogy ott kifelé jön. Igen. Hát gyakorlatilag a bevásárlóközpont meg a Lehel között van. Uh-huh. Igen. Úgyhogy hajrá, tessék menni még nyugodtan regisztrálni. Jó? Megint dugó az M5-ösnél, Gyár és Budapest között, javítják az egyik sávot, ez Dóri küldte nekünk, valamint Veresegyház és Csomád közötti szakaszon 2 autó ütközött, rendőr piszkálja az órát és nem halad a sor, írja Attila. Mérnek az 51-esen, Taksony és Haraszti között a nullás felé, üzeni nekünk Judit, és az M7-es 42-es kilométerénél Székesfehérvár irányában most készülnek fotózni. A Stefánián az arénánál elakadt troli akadályozza a közlekedést, hosszú már a sor, sokadik piros lámpán lehet csak átjutni. Na, köszönjük 7, szépen, 45. Ezek a legfrissebbek. Hú, mindjárt becsöngetnek, mindjárt megy be a prügyi duó.
ha megy a Prügyi Duó iskolában? Ugye a kérdés, jó, mit csinál jelen pillanatban most a Prügyi Duó? Igen. Hol vannak most? Megnézem, hogy van-e valami friss hír velük kapcsolatban. Tényleg nem menjünk el a világ nagy történései mellett. Azt mondja, hogy megnézzük. Prügyiduo.lab.hu hát, vagy hol? Hát a facebookon. Nem csinálok semmit. Figyeljetek, nem, valahogy így álló vízben. Hát szeptember volt, becsöngettek, és ők a tanulmányaikra koncentrálják. Nekem egyébként ez nagyon szimpatikus. Nagyon helyes. Az, hogy a karrierjük érdekében nem áldoznak be mindent. Nem, ők most tanulnak, igaz? Hogy okosak legyenek, persze. Nem baj, tanuljanak csak. 37-es út, 2-es kilométernél a lámpánál van egy trafi, 70-es táblánál ráadásul. Na, megvan a Pákó új dala, és meg akarom nektek mutatni. Húrá, de jó! Hey. Nem ússzátok meg! Hogy lehetsz ennyire gondoskodó? Figyelj, én őt imádom. Tehát abszolút helyén és értékén kezelem, szeretem, szórakoztat, tudok rajta röhögni. A Pali szerintem vicces. Én bírom. Én amit szeretek bele nagyon, az a kiszámíthatatlansága. Tehát soha nem tudod. Fekete Pákonál soha nem tudod, hogy a következő mondat, a következő cselekedet, a következő zene, a következő klip az miről fog szólni. De egyébként szerintem ő így van már abban, amikor a folyamatom magában benne van, akkor sem tudja, hogy mi lesz a vége. Abszolút így van, ő is így van ezzel, a menedzsere is így van, szerintem mindenki így van ezzel. A Pákó környezetében, hogy nem tudja, hogy Pákó mit csinál, ő se tudja. Hihetetlen, hogy kiszámíthatatlan. Belökik és megy. Figyelj, a dal zseniális, csak nem értem, de ez a Pákó esetében egyébként még nem is annyira fontos. Onnan indulunk, hogy Sánkhájban vagyunk. De tényleg Sánkhájban vagy? Valahol itt a 13. kelet, de felirat Sánkháj 2023. október 33. Tehát innen... Hogy? Várj, fölünk. 2023. Várj, mondom neked 33. pontosan. Azt mondja, hogy figyelj, ez már a klip eleje. Ezek már benne, ezek a sisegések. Ez a klip. Ja. Sánkháj, október 33, 2023, éjjel 3:30. 2023? 2023-ban vagyunk, október 33-án. Aha. Tehát hosszabbodtak az évek. Tehát mindenképpen elől vagyunk, mert még akkor is, hogyha ugye elütésről van szó, és az 2013 akart lenni eredetileg, de már nem tudták kiszedni, mert az utómunkáért külön fizetni kellett, hol azt de akkor is az október elől van. Akkor is, igen. A jövőben játszódik. Na figyeld. Hogy néz ki a Pákó? Már érdekes, hogy más a világa, mert eddig Pákó ad ide, ad itt, amulatos, megy a gőzös, nem? Ez meg egy ilyen kis fateless insomnia videóra hasonlít. Egyébként ilyen kis villogó képek, városképek, felkelő nap, hajnal, forgalom. Tehát az egésznek van egy ilyen nagyon, egyébként jó hangulata. Éjszaka játszódik még? A hajnalban inkább, hajnal, igen. Már látszik a Pákó. Már. Májó. Hát nem tudom. Májó, láte ó Buda? Igen, májó, láte ó Buda ó. Májó, keo, kao, tao, oké, ez oké, de utána májó, láte ó Buda ó. Szerintem nem tao, hanem tahó. Tahó. Tehát ott a kicsit beszólós, de utána jön az ó Budás. Ez nem lehet, hogy ez egy valamilyen budai kávé különlegesége. Láte ó Buda ó. Láte ó Buda ó, mint hogy iszik egy jó látét ó Budán. Képileg még mindig Sánkháj. Én bírom. Aha. Neki azért könnyű, mert azt érnek el, amit akar, nem értünk semmit. Igen, bármit mondhat, hogy ez értelmes. Mondjuk, ha bel akarnék magyarázni, az ide a baby misszió, én azt értem. Ide a baby misszió. Igen, ad ide a didit nem adom. Ennyi. Ugye, ad ide a didit csak az enyém. Ott tudtad definiálni a dolgot, hogy miről szól, mit akar. De ez a láte ó Buda ó. Láte ó Buda ó. Hát arra mindenképpen valamikor rá kell kérdeznünk, mert azért az engem is izgat. De nem lehet, hogy beszponzorálta a Starbucks? Vagy valami nagyon komoly promóciós szerződése van? Nem? Nem értem. Nem, inkább valami mami kávézója, vagy valami ilyesmi. Nem hiszem, hogy világmárkát csatlakoznának. Egy ó, a legjobb dala eddig egyébként, a legjobb dala. Ja, ha jövök haza egy buliból, hajnalban kicsit hajnalodik, vezetek, és ilyen chill out zenét hallgatsz,
teljes simán benne van. Tehát az éneket kicsit lejjebb veszel, és van egy ilyen levezetős, egy ilyen vezetős utazós hangulata, egyébként nem rossz. Meg picit előjönnek az afrikai gyökerek. Melyik? Na jó. Ennyi. Na jó, nem tudunk tovább menni, mert nincs katarzis, nincs fejlődés, tehát semmi. Te semmi is kellemes. Nincs. Egy másodperc erejéig csörögjünk már rá. Fenn van már? Van számunk. Hívod, Anna? Láte-o-budao. Igen. A csörgéstől jöhet, jó? Hajnalban lehet, hogy valahol láttézi. Láte-o-budao. Csak kérdezzük meg, hogy mit akart, miről szól? A halála egy művésznek, ha meg kell magyarázni, igen. De az ő esetében szerintem ez a kérdés érthető, nem? Tehát ő ezzel nem fog megsértődni, hogy miért kérdezzük azt, hogy miről szól a dal. Szerintem még bőven alszik. Címe már jó. Láte-o-budao. Ez light már jó lehet? De, hogy is. Lát-e? Tehát ma jó egy személy, akiről nem tudjuk, hogy látássérült-e vagy se. Hello. Paco, Balázs, Morning Show, Feri, Jani. Ma jó. Mit csinálsz? Paco, Balázs. Bauni. Balázs vagyok. Szia, Paco. Paco, Bauni, hello. Tudod, a régi barát. De beszélj a telefonba, mert nem hallunk. Fordíts meg a telefon. Most kettem fel, most jöttem haza. Most jöttél haza, vagy most kettél föl? Mert a kettő azért nem ugyanaz, Páko. Igen, kettő. Most jöttem haza, és most feküdtem le. Két órája. Ó, édesem, hát akkor te még aludtál, 2 órával ezelőtt feküdtél, hát akkor te most jó álmos vagy. Figyelj! Nagyon álmos vagyok. Ne cuki, figyelj, megnéztük az új dalodat, ez a Vár az Óbudao, vagy Látte Óbudao. Igen, Májó. Az a Májó. Mit jelent ez a Májó? Ez mit jelent ez a szó? A Májó, azt jelenti, hogy a Nigériában vannak olyan a nép, az emberek, aki egyek alát laknak, és én ott születtem ebben a városban. Hegyek alatt van egy város, és ott vannak a népet, úgy lakuk, hogy a Yorubán népet, és a Mája azt jelenti, hogy a népet, egyeken táncolnak, mulatnak, és magukat, és ez a Mája azt jelenti, hogy a vidámság, olyan, mint nálam is, tudod, Balázs, a nevem Gája, és az is vidámság, aha. A Mája. Hát vidám fiú vagy, az biztos, igen, adsz nekünk elég vidámságot, igen, egyek alatt vagy a hegyek alatt, az nem mindegy, de mindegy is. Igen, és mit csináltál Pécset? Bemutattad már ezt az új dalt? Igen, bemutattam az új dalom, egy egyetemistábuli volt Pécsen. Sokat ihattak. Igen, egyetemistábuli volt, ahogy bemutattam a Mája, és képzeljétek, hogy a mindenki végig énekelt nekem, és már kétek, hogy mikor lesz Mája, és mindenki énekelt velem, hogy Mája, Láte-o-kutao. De most jön a második, mondta, hogy van a második? Láte-o-kutao. Ez mit jelent? Láte-o-kutao, azt jelenti, hogy ez egyiknek a neve. A hegyek alatt laknak. Igen, ilyenkor te mész, vagy visznek, vagy vezetsz? Nem, visznek. Van egy sofrom, aki levisz, aki visz. Nagy ember vagy. Hát megérdem, nem is. És most egyedül aludtál, vagy valami kis pécsi babát magaddal gyömöszöltél az autóba, és fölhoztad Pestre? Vagy egyedül vagy? Nem vagyok egyedül. Igen, itt vannak a kis babam az ágyomban.
a kis édes balamot itt van az ágyomban, de most már hámas, már felkut. Aha. Igen, nem. Kis barna. Kis barna vagy kis baba? Nem, kis babám. Az én babám. A kis babám, igen. Na jó van. Figyelj, én szeretem ezt a dalt, tehát ennek az alapja, hogy tényleg, ha mondjuk az éneket egy kicsit lehalkítjuk, maga az alap, a zenei alap, egy ilyen vezetős, jó hangulatú hajnalban egy CD-t beraksz, és ezt hallgatod, simán hazavezetsz rá. Tehát ennek van egyfajta hangulata. Más kicsit, mint az eddig megszokott magyaros dolog. Az a szakítasz, tehát a mulatós Pákó halott? A fétlesz Pákó megszületed? Nem, még nem született meg, de már úton van. Tudod ki az a fétlesz? Ismered őt, vagy őket? A fétlesz? Igen. A fétlesz, tudom, az a kopasz gyerek. Nem, az a pitbull. Az a kopasz gyerek. Az a kopasz gyerek, igen. Kicsit hozzáhasonlítasz. Igen, nem ez a pitbull, hanem a kopasz gyerek, az a fétlesz. A fétlesz, igen. Na jó van, Pákokám. Tudom. És azért tudtam, hogy nem szoktam nektek, hogy hallgassátok meg. Tudom, hát ez már hetek óta itt van nálunk, csak most tudtuk belehallgatni. Igen, ez a magadat, van benne ez a varázsló, amikor emberek elhallgatják, és egyszerűen emberek ilyen nyugtató zene, tudod, és akármikor meghallgatnátok ez a szám, ez mindig, ha ezt a hallgatátok, nem lehet volni. Bármit akarsz mondani, Pákó, úgy van! Nyugtató, egyébként tényleg jó, nem? De kedvelem! Tényleg, hát ciki vagy, nem? Nekem tetszik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és szeretem, hogy mindenki énekel, hogy Májo, Láveó, Kutáó, Láveó, Kutáó, Láveó, Kutáó. Pákó, komolyan mondom, neked a legjobb. Az egész, az életed, ahogy élsz, ahogy csinálod, neked a legjobb. Az emberek... Cserélnének velem. Neked igen, nagyon szüzen köszönöm, Balázs. És akkor nektek szántam, hogy a Májo. Jó. Vigyázz magadra, Pákó. Nagyon szüzen köszönöm. Bauni! Vigyázz magadra. Májo. Neki a legjobb gyerek. Neki a legjobb. Semmi gondja, semmi baja. Szia Pákó, szia Szedna, szia. Sziasztok. Itt vagy mi? Májo. Nem neki a legjobb, de nem neki a legjobb és a legkönnyebb. Hát nem cserélnél vele. Szevasz Pákó, vigyázz magadra. Ciao. Hello. Hát ő nem úgy. Itt vagyunk. Hát persze, hogy itt vagyunk. Én is itt vagyok még. Na jó van, tedd le. Jó, vigyázz magadra. Szia Pákó, ciao. Na. Hát ő nem nyomasztja magát a chemtrail-lel. Nem. Tesz az egész világra. Higgyétek el, minél többet gondolkozol, minél többet lelkizel, minél többet emészted, annál több problémád van. Neki a legjobb. Hát nincsenek a problémái, nincs semmi baja, mindig vidám, mindig jókedvű. Nem neki a legkönnyebb, azt de tényleg. Azt gyerekek, hogy ma jó. Ma jó. Hol is jó lesz. Figyelj, én őt imádom. Na jól van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok!
Májó, hello Zoli. Nem háló, májó. Májó. Egészen hihetetlen volt az előző. Ugye? Imádnivaló. Imádnivaló ember, ő egy kincs egyébként. A Pákóval minden egyes beszélgetés az egy utazás a tudattalatiba. De abszolút. Egy külön játék lett, ez is egy feladvány. Megfejtő. Mit is akart ezzel mondani? Én meglátom a Pákót benne az RTL, vagy bár, én mindig jobb kedvű leszek tőle. Dumálunk, röhögünk, én oda megyek mellé, és azt érzem, hogy töltődöm. Tehát tőle jobb kedvű vagyok, mindig. Zoli, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj! Először azt fogod hallani. Oh, jó, gond van. Nagy gond. Nem, hát itt már... Következő intrót csinálják Pákónak. Nem, mert Óven bácsi edzi a kis lukot, nem? Így van. Vagy valamit csinálnak. Vagy levívják a vacsorát Beru néninek. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Igen, ez volt a... Na, melyik? Dolgozik bennem a szél. Igen, hát lehetne ugye a feldolgozás. Na, mindjárt eszembe. Igen. Fiatal szerelem. Így van. Ennyi. Szép volt. Jó a dalcím is. Igen. Happy Gang. Happy Gang, ez az. Hú, hát mennyit voltam ilyen hangulatban, Pákó hangulatban erre a zenére. Jó ez. Megvan az ajándékcsomag és bögrével. Köszönöm együtt. Köszönöm szépen. Pont ma akartam feladni, mert a gyerekem hónapok voltam minden nap. Írunk, hogy írjak, mondom, én ma már nem írok. És erre ma még írtam, és most válogatottak be. Volt a játékosunk, aki 2 év után került adásba, úgyhogy majdnem minden reggel írt, úgyhogy ezt több ezer SMS jön nekünk egy nap, úgyhogy nem szabad feladni. Voltál regisztrálni, Sevikkel is kereskedésbe? Nem. Mennyiért? Nem. Tehát ezek után a ilyen szerencsénapom van, hogy oda is. Ez egy jó nap, ma lehet, hogy kijön a lépés. Mennyi? Hol vagy helyileg, hogy honnan hívsz minket? Budapest. Hát ott nagyon sok Sevi kereskedés van. Add meg az esélyét, lehet, hogy 9-10 előtt hívunk, te vagy a regisztrált, mondjuk bemész 9 után, és jöhetsz pénteken autótást, és lesz egy több mint 5 millió forint értékű autód. Jó? Jó, köszönöm szépen a játék. Oké, köszi, ciao. Sziasztok. Hello. 8 óra van pontosan, jövünk a hírek után. 8 óra múlt 15 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, hello Jani. Sziasztok. Hello Feri. Hello. Hello minden Morning Show hallgatónak. M7-es 96-os kilométer Nagykanizsa felé sávzárás, 80 km/h korlátozás, aszfaltozás miatt. Könyves Nándi üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. És a 16. kerületben a Szlovák út elején a Szabadföld út felől szintén mérnek ezt, szőnyeges üzeni nekünk. És itt van velünk Bea. Hello Bea, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt. Merre vagy? Most már Hidegkúton. Merre voltál, amikor történt az, amiről mesélni akarsz? Az utcánkból fordultam ki, és pont melyik? Előttem állt meg a motor. Már csúszott, aki elütötte a biciklist, úgyhogy most ott torlódni fog a 10-es út. Azt hiszem, hogy ezt akartam. És ez körülbelül hol van a 10-esem? Hát a Solymáriósántól 2 percre. Tehát ez ott a körforgalom előtt, ugye? Ez már a körforgalom után Pest felé. Igen. Akkor a nagy kanyar előtt. Igen, aha. Igen. És a rendőrök mentők a helyszínen, már azt olvasom. De akkor ez valószínűleg... Igen, most már ott vannak. Most már ott vannak. Hívtam mentőt, a másik úriember rendőrt, úgyhogy mindenki ott van most már. Ja, pont te hívtad a mentőt? Igen, hát előttem állt meg a motor. Úgyhogy gondoltam, gyorsan az a legegyszerűbb, bár az úriember azt mondta, hogy nincs semmi baj, de hát azért jobb, hogyha ránéznek meg a biciklisre is, mert sose tudni. Oké, Bea, hát akkor ügyes voltál, vagy hatékonyan intézkedtél meg, hogy szóltál nekünk, köszönjük, vigyázz magadra, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Na, így kell az embernek teljesíteni az állampolgári kötelezettségét. Így van. És ha már az állampolgári kötelezettséget említett, kora reggel mondtam, de holnap... Country! Nem mindegy, hagyjuk. Fia, Country! Így jártunk. Vagy csak túlélitek valahogy holnap. Csak azért mondom, mert reggel beszéltünk róla, de akkor még sokan nem hallgattak de minket. Akkor... Holnap, ígértem, hogy foglalkozunk vele, holnap 9 óra után chemtrail. Jó? De akkor nem lesz valamiféle amatőr belelapozok a 3 papíromban, amivel tollal írtam el, hogy igazi prezentációt akarunk. Jó. Vetítéssel egybe kötötte. Figyelj, mondom, a Zsül dolgozik most azon, hogy összekösse, nem szólunk, amit drága Gyulánnak, aki ugye most kint van terepen, és ezért kicsit leterhelt, hogy a laptopomat kösse össze a plazmával. Valamilyen jelrendszeren belül prezentációt valami, kaptok. Valami prezentációt olyan... kaptok a chemtrailről, jó? Olyasmire vágyok, bejössz az igényes ingedbe, fel van tűrve egy kicsit az ingójadék, laza. Az igényes ingedbe. Nem, csak tiszta is ki van basalva. Ez egy minimum követelmény egy férfitől. Laza vagy, flott vagy, lezser vagy, kicsit olyat várok tőled, mint amikor az első iPhone bemutatták. Hát, hogy így, érted, de ezt is szerintem, hogy hölgyeim és uraim.
akkor néhány szó. A chemtrailről. És valami nyomok valami olyan prezit, hogy megőrülsz. És utána pedig ott, hogy tényleg, hogy térdre hújjunk, hogy elsüljük magunkat, bocsánatot kérünk minden bűnünkért, minden egyes cinikus megjegyzésünkért, amit a témával kapcsolatban elkövettünk, ami elhagyta a szánkat, és tényleg valami egy pár százezeret kéne csak rákölteni erre a stúdióra, és olyan prezit lehetne rakni. Igen. Hát van már olyan laptop, ami ugye nem is kábelen keresztül hangolódik össze a tévével, Bluetooth összekötött szépen megcsat, amit a laptopon nézze, látja a tévét, tehát hogy... Tessék? Mit mond Zsül? Hogy van? Hogy megy? Hogy meg lesz? Szuper! Varázsolja minket! Megkapjátok! Jó? Legyetek nyugodtan szkeptikusak, nyugodtan kérdezzetek, legyetek nyugodtan kétkedőek, az sose baj. Aztán majd utána meglátjuk, hogy mit mondtok. Lehet ebben valami, vagy nem. Jó? Úgyhogy holnap 9 óra után chemtrail. Így van. A show az legyen meg. Tényleg. Legyél Tom Cruise a külön véleményből. Húzzál jobbról, balra, jobbra, fölről lefelé. Tedd ide, tedd oda. Ez egy sima csík. Ez egy condensed csík. Ez most egy chemtrail. Hasonlítsuk össze a kettőt, és már kapcsoljuk a Cambridge Egyetem professzorát, dr. Mark Lentert. Hi, Mark! Élő műhold kapcsolat. Megörülnétek, nem? Igen. A Calgary Egyetem professzora, a legnagyobb környezetvédő. WhatsApp man. WhatsApp man. What the fuck is that man? Na jó, oké, szóval holnap. Jó, 9 óra után szeretem betartani az ígéreteket. Ne gondoljátok, hogy csak hitegetés megy, meg ígérgetés, felelőtlen ígérgetés. Mindenki öltözködjön fel szépen. Felállva kell végighallgatni. Holnap a megszólalás. És visszakérdezed aztán. Tessék? Visszakérdezed? Nem, a célom ezzel csak, hogy elhintsem ezeket. Aztán majd ezt emésztitek, fölnéztek az égre, megint gondolkoztok, kicsit utána olvastok, fene vigyel, lehet, hogy van benne valami. Minél több ember ébred fel, minél több ember kezd el kérdezősködni, minél több embernek tűnik fel az, hogy valami nem stimmel, annál jobb. És megoldást is hozol? Nincs. Erre most jelen pillanatban még nincs megoldás. Igen. A hatalmas Gripen századunk, amivel térdre kényszerítjük ezeket a gépeket. Sőt, még azt sem mondom, hogy egyértelmű okot tudok majd nektek mondani, hogy ez a dolog miért történik. Az a dolog, az viszont biztos, hogy valami történik, és minél több ember veszi észre, annál többen kérdezik majd meg, hogy mi a fene történik fönt az égen, mi a fenével permeteznek bennünket. És ha sok ember kérdez, akkor előbb-utóbb azoknak is elő kell állni, akik ezt teszik. Ja. Tehát egy ilyen beszélgetés soha nem arról szól, hogy itt a bizonyíték, ez is ez, nézd meg. Ez a bizonyíték arról szól, hogy tegyél fel kérdéseket, nézd fel az égre, legyen valami gyanús, olvas utána, és ne hagyd, hogy valami nagyon könnyű magyarázattal téged, nem tudom, becsukják a szemet, hogy aludjál tovább. Lesznek bevont szakértők is? És itt van velük Hardi Mihály. Mihály, ezek a csikok repülőgépektől származnak? Nem, de köszönjük, Mihály! Igen, lesz ilyen, igen. Nem, szakértők nem, egy-két fontos dolog. Na, viszont most valami egészen mással folytatjuk, ami szintén komoly. Ugye volt nekünk egy, tulajdonképpen nem azt mondom, hogy száguldó riporterünk, régen az RTL-nél dolgozott, ő onnan távozott, járta a világot, mi nagyon szerettünk vele beszélni, különböző érdekes helyekről jelentkezett be, és mindig izgalmas, érdekes dolgokat mondott. Ugye Novák András, aki a perui börtönöktől kezdve Afrikán keresztül, Dél-Amerikán keresztül, Ázsián keresztül nagyon sok helyen járt, ő volt az, aki ugye elment a Bin Laden házához, amikor azt lerombolták, ő volt az, aki magyar kokaincsempészeket faggatott ugye Peruban, Dél-Amerikában, és most is utazik. Így van. Már nem az RTL-nek dolgozik, de utazik, és riportokat készít. Minden olyan helyre elment, ahol normális ember nem vágyik. Így van. Egy nagyon érdekes, izgalmas, de leginkább talán a jelző, az, amit mondok, a szomorú helyen volt, Szíriában, amiről azt hiszem, hogy mi nagyon keveset tudunk. Minimálisak az információnk, vegyi támadás, majdnem amerikai támadás, ez most nem történt meg. De hogy kikivel, miért, milyen célból, hogyan és miképpen háborúzik, milyen borzalmas körülmények közepette, hát erről csak egy-két híradás van. Sokat nem tudni. Erről nem. Leginkább mondjuk a magyar médiumokon keresztül, mert aztán ott meg külpolitika lehető legkevesebb van, mondjuk, ha megnézünk egy kereskedelmi csatorna híradóját. Pont tegnap néztem, végig van egy sorozat, ami ilyen keleti országokat mutat meg, és most Szíria volt, de még jóval a konfliktus előtt, hogy mennyire szép egyébként az ország, mennyire jó fejemberek laknak ott, és akkor hirtelen bevillant a kép, hogy haló, ők most lövik egymást. Hajaj, most lövik egymást, igen, meg hát ártatlan emberek, meg őket is lövik, igen, szóval kemény dolgok történnek. Úgyhogy egy picit ennek járunk utána. Itt van velünk Novák András, a Hír 3D hírportál tudósítója. Hello András, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hello, hát 1000 éve nem beszéltünk. Hát most is sokat utaztam, de közben megszületett a kislányom, és most bele nagyon sokat kellett foglalkozni az elmúlt hónapokban, tehát
A lányom most már 4 hónapos, most eddig vele foglalkoztam, de hát amint lehetett, mentem, és Szíriából jöttem, ahogy mondtad az előbb. Hát egy 4 hónapos apukaként azért az, gondolom, se neked, se a családnak nem annyira megnyugtató, nem? Hogy elmész egy kicsit barangolni Szíriába. Hát egy kicsit izgultak, igen, egy picit más érzés, hiszen az embernek most már felelőssége van a család iránt, a gyerek iránt, de hát muszáj volt menni, mert ugye ott vannak a hírek, ott van a történés, és hát ezt, ha az embernek van egy lehetősége, hogy olyan helyen forgasson, ahova más nem mehet be, és most tényleg nincs bent a CNN, és nincs bent a BBC, nagyon különleges helyzet alakult ki a szíriai barátom itthon Budapesten, akik minden hónapban mennek harcolni, és a felkelők oldalán állnak. Azt mondták, hogy összehoznak a vezérkarral, akik tulajdonképpen támadják a kormányerőket és az Assad csapatokat, és hát ez egy olyan lehetőség volt, amire nem lehetett nemet mondani, szóval muszáj volt menni forgatni. És akkor ők vittek be az országba tulajdonképpen, ugye? Tehát ez nem úgy volt, hogy te fogod és egy fényképezővel besétálsz, tehát ennél azért ez jóval bonyolultam. Nem is lehet bemenni, tehát most Szíria mindenképpen zárt. Ugye a damaszkuszi részen, ahol a kormányerők vannak, ők hivatalosan meg is szakították a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal, velük nem lehet. Az összes többi ország is lezárta a területet, semmilyen külföldit nem tűrnek meg, tehát azért úgy kell elképzelni a felkelőket vagy lázadókat, elég nehéz a megnevezésük egyébként. Pontosan azért, mert rengeteg szélsőséges csoport csatlakozott hozzájuk. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ott már néhányan mondják is, hogy ők az Al-Qaidához tartoznak, és többször rám is szóltak, hogy mit lehet meg, mit nem lehet forgatni, mert hogy közöttük ott vannak azok a szélsőséges csoportok, akik hát konkrétan dollár százezreket látnak egy európai újságíróban, vagy egy riporterben, tehát ott azonnal elvisznek, és akkor már küldik is a magyar külügynek a számlát, hogy akkor visszakapjátok 250 000 dollárért. Szóval erre nagyon kell, tehát ez ugyanolyan veszélyt jelentett a felkelők oldalán, mint hogy támadások voltak, lövések voltak, mesterlövészekre kellett odafigyelni, szóval nehéz volt. Na, konkrétumokat mondjuk akkor, hogy bementél, mi az, amivel szembesültél, mit láttál, gondolom van miről mesélni. Hihetetlenül, a legmegdöbbentőbb az a nyomor és az a humanitárius katasztrófa, amiről alig lehet hallani. Tehát most már teljesen elment mellette a világ, de 4 millió menekült van a határok mindkét oldalán, tehát ez jelenti a szíriai belső határokat és Törökországban, Jordániában. Az emberek most is tömegével, tehát most ebben a percben is százak hagyják ott a házukat és félnek, mert hogy civil célpontokat támadnak, bombáznak, félnek a vegyi fegyverektől, és nem igazán tudnak bemenni a nemzetközi segélycsapatok, és élelmiszer hiány van, vízhiány van. Van 1-2 kút, pénzért adják az iható vizet, a betegek nem jutnak gyógyszerhez. Tehát ez a része, amilyen humanitárius katasztrófa, az egyelőre nincs kezelve, és nagyon-nagyon szomorú, hogy egyelőre a sajtó, illetve a nagy nemzetközi sajtó nem foglalkozik ezzel. Ugye mindenki azzal foglalkozott, hogy Szíria csatlakozott a vegyi fegyver ellenőrző programhoz, és ez már mennyire jó, majd a különböző ENSZ-es csapatok bemennek és ellenőrzik a vegyi fegyvereket. De hát 4 millió ember elhagyta az otthonát, az majdnem egy fél magyarországnyi létszám, szóval hihetetlen, az nagyon megdöbbentő. A másik pedig ott vannak a városok, ahol folyamatosan tüzelnek. Olyan polgárháborús állapotok vannak, hogy nem óránként van egy lövés, hanem minden másodpercben mesterlövészek folyamatosan tüzelnek. Én is golyóállom ellényben, pedig nem vagyok ez a típus, de mindig minden sarokra oda kellett figyelni, hogy hova megy ki az ember, hol néznek le. Helikopterekkel ellenőrizték a felkelőket, amikor helikopterek jöttek, akkor ilyen légvédelmi ágyukkal lőtték. Szóval nagyon-nagyon feszült a helyzet, és úgy kell elképzelni, hogy mint itthon nyugodtan beszélgetünk, ők még ebben a másodpercben is folyamatosan lövik egymást. De éjjel-nappal, reggel este, tehát folyamatos a harc most is Szíriában, szóval nagyon-nagyon kemény a helyzet. A felkelőkkel sikerül ilyenkor beszélni, hogy ők mit mondanak? Ugye itt azt hallani, hogy családapák, rokonok ragadnak fegyvert, ők maguk a felkelők, akikhez aztán kapcsolódnak különböző ugye csapatok, különböző szervezetek, mint például az Al-Qaida is, akár. Hogy velük tudtál beszélni? Velük mozogtam. Tehát a felkelőknek azzal a szárnyával, vagy azzal a csapatával tudtam forgatni, akik tulajdonképpen irányítják a felkelőknek ezt az úgynevezett kommandóságát. Hát nagyon nehéz lefordítani, ahogy ők magukat hívják, de rettentően eltökéltek, és hihetetlenül szervezettek. Tehát műholdas antennáik vannak. Persze áram nincs, mert a kormány lekapcsolta, tehát akkor, amikor műholdan akarnak kommunikálni, akkor bekapcsolják az aggregátort, akkor felövik a műholdas internetet. Én is így tudtam tudósítani.
De ez megvan nekik, és folyamatosan kapják a segélyeket és a fegyvereket külföldről, megkérdeztem, honnan nem mondták meg, tehát ők ezt titokban tartják egyelőre, de hát nemzetközi segítség nélkül nem tudnának életben maradni. És hát ugye, ami a legnagyobb probléma, hogy rengeteg szélsőséges csoport csatlakozik hozzájuk, de ez jelenti a csecsen szabad csapatokat, vagy a katári, vagy a szaudi, vagy az egyiptomi dzsihadistákat, és az Al-Qaidát, illetve a Jabhat al-Nusrát, kőkemény szélsőséges csoportokról beszélünk. Valahogy úgy lehetne megfogalmazni, hogy jól jön a pitbull a háznál. Szóval ők nem az a szélsőséges csoport, de hát mégis ezek a szélsőséges csoportok velük harcolnak, a kormányerőket akarják megdönteni. Hát egyelőre velük fognak össze. Kevés az anyagi. Mindenképpen azt mondták, hogy ők például nagyon számítottak és várták az amerikai légitámadást, az amerikai bombázást. Párhuzamot szeretnék állítani például Líbiában, amikor a Kaddafi seregei elindultak Bengázi felé, és ott nem bombáz a NATO, akkor ott véres leszámolás van Bengáziban. Ők ugyanerre számítottak, tehát ők azt gondolták, hogy a nyugat egyértelműen kiáll a felkelés, a lázadások mellett, és most nem értik, hogy mintha cserben lettek volna hagyva. Hát igen, csak a maga a helyzet azért elég érdekes, hogyha belegondolunk, hogy egyébként az Egyesült Államok ezeket a szervezeteket, ugye sokszor terrorista szervezeteknek egyébként joggal bélyegzi meg, és most gyakorlatilag ezek a terrorista szervezetek, akik a lázadókhoz csatlakoznak, ezek várják, hogy Amerika segítsen? Nagyon furcsa a helyzet. Tehát igazából nem, ugye mi mindig megszoktuk, hogy úgy kezeljük a külpolitikát, hogy van a jó oldal és van a rossz oldal. De ez egy teljesen extrém helyzet Szíriában, mert amíg a kormány oldalhoz csatlakozott Irán, ugye a gonosz tengelyének az egyik központja, és fegyvereket szállít, és segít eldugni a vegyi fegyvereket, és csatlakozott a kormány oldalhoz még Libanon, illetve a Hezbollah, akik szintén segítenek elrejteni a vegyi fegyvereket, és mindent olyat megtesznek, hogy minél több áldozat legyen a felkelők oldalán, tehát mindenképpen egy nem támogatandó történet, addig pontosan a szélsőséges csoportok pedig a felkelőkhöz és a lázadókhoz csatlakoznak, tehát ez megint nem egy támogatható történet a túloldalon. Szerintem ezért is hátrált meg Obama, és nem tudja kezelni. Ettől függetlenül tudom, hogy kapnak NATO fegyvereket, NATO géppisztolyokat, NATO kézigránátokat a felkelők. Mutatták, hogy megkapták, kérdezem, honnan, ki adta át, honnan. Azt mondták, erről nem lehet beszélni, van egy háttéralkú, ki támogatja őket pénzzel, erről sem tudtak beszélni, de hát azért fegyvereik vannak, viszont rettentően elkeseredettek, mert mondjuk vannak nekik mesterlövész puskái, géppisztolyai, ellentétben Assad pedig MiG-23-as vadászgéppel, meg MiG-17-es helikopterekkel lövik. Hát egy kicsit jobban felszerelve, illetve félnek, tehát most is félnek a vegyi fegyvertámadástól. Az egyik nap bementem egy iskolába forgatni, most indult el az oktatás pár nap, és azt kérte a tanárnő, hogy semmi esetre se vegyem fel az iskolák kívülről, mert titokban kezdték el. Úgy megy az oktatás, hogy a gyerekek szájról szájra adják át, hogy ebben az épületben, ebben az osztályban van a hatodik osztály, itt van a negyedik, itt van az angolóra, itt van az arabóra, mert tudják, hogy Assad civil célpontokat támad. Tehát ott az nem kérdés, hogy több tucat iskolát lőttek szét azért, hogy bosszút álljanak a felkelők sikerein, vagy egy-egy felkelők támadásán. És a gyerekekkel tudtam forgatni, a tanárnő adott interjút, de azt mondta, hogy véletlenül se, hogy ne lássák a tévében, a híradóban, vagy ne lássák egyáltalán az interneten, hogy melyik épületben vannak a gyerekek. Hát valahogy egy picit azért elindult az élet, főleg azokon a területeken, amelyeket a felkelők... De hogy jól értem, hogy azért ne lássák, mert ha azt meg tudja, hogy ott oktatás zajlik, vagy elindult az oktatás, akkor kilövi az iskolát? Igen, tehát ott az egyértelmű tény, tehát ott ez nem kérdés, hogy a civil célpontok, az a kormány erőknek azok célpontok. Tehát ott mindenki, úgy laktak az emberek, hogy az épületek, az emeletes épületek felső emeleteiből elköltöztek, és a pincékben, a lerombolt épületekben így elbújva élnek, vagy ott éjszakáznak, nappal meg mindenki jön-megy az utcán, és próbál kereskedni, piacra megy, hát próbál túlélni, de teljesen háborús körülmények vannak, tehát lerombolt utcák, betört ablakok, felrobbant autók, hihetetlen mennyiségű sérül. Azt mondták, hogy most Szíriában nincs olyan család, akinek ne sérült volna meg, vagy ne halt volna meg rokona az eddigi 2,5 éves háborúban. Tehát 22 milliós országról beszélünk, tehát nagyon kegyetlen állapotok vannak most is. Na most téged hogy tudnak ilyenkor elrejteni? Tehát azon gondolkozom, hogy mondjuk mész a felkelőkkel, valaki megállít benneteket, megszólít. Ott neked nyilván csöndben kell maradni, nem? Hogy ne derüljön ki, hogy te külföldi vagy. Ez pontosan így történt. A tábornok, ez két ilyen szituáció volt, amire azt mondták, hogy na most itt van az Al-Qaida, és itt van a Jabhat al-Nusra.
kocsiba mentünk és forgattunk, és megérkeztünk egy checkpointhoz, és annyiban különbözött a checkpoint, hogy mondjuk nem ilyen katonai egyenruhában, meg egy kicsit feketében, csak a szemük látszódott, fekete zászlókkal, és mondták, na ez a Jabhat al-Nusra egyik állomáshelye, azonnal tegyem el a kamerát, fordítsam el a fejem, és véletlenül se szólaljak meg. És mondták, hogy tőlük nem tudnak elrabolni, tehát nem fognak elmenni tőlük, de még az a beszélgetés is kínos nekik, hogy mit keres egy külföldi ott. És két nappal később, amikor együtt reggeliztünk a felkelőkkel, akkor bejött a Jabhat al-Nusra két képviselője, és azt mondták, hogy most se szólaljak meg, menjek oda a sarokba, mondjuk a teremben voltak kb. 25-en, és ne áruljam el, hogy itt vagyok, mert nem tudják kezelni a szituációt. Tehát nem kellett attól félni, hogy ott megragadnak és elvisznek, de ezek a szélsőséges csoportok semmilyen európai, semmilyen külföldit nem tűrnek meg. Most nem azt mondom, hogy egyből megölnének, sokkal inkább a pénzt látják a történetben, mert a szent háborúban, ahogy ők hívják, vagy ők vallják, ez nekik egy óriási lehetőség, hiszen egy-egy külföldi újságíró, mondom, több százezer dollárt ér, független attól, hogy hivatalosan Magyarország és az Európai Unió sem tárgyal terroristákkal és emberrablókkal. Vannak bent egyébként külföldi újságírók? Találkoztál velük? Nem. Tehát két tévé forgathat jelenleg Szíriában, az egyik az Al Arabiya Dubájból, a másik pedig az Al Jazeera Katárból. Őket elviseli Assad, tehát ők hivatalosan leszállhatnak Damaszkuszban. Egyébként annyira rossz a helyzet, hogy két vagy három hete egy lengyel újságírót, hát ezek a felkelők vagy lázadók elraboltak, és komoly tárgyalások után visszaadták végül is egy pár nappal később. Annyira eldurvult vagy elfajult a helyzet most Szíriában, hogy igazából pontos képet mutatni. Kicsit szerencsém volt azáltal, hogy a magyar itt élő szíriaiak pont a vezérkarhoz tartoznak, és én hozzájuk tudtam csatlakozni, és együtt tudtam mozogni velük egy hétig. Az országon túlra menekültáborokban nem juthattatok el? Hát az országban nagyobbak a menekültáborok, mint a határon kívül. Tehát vannak menekültáborok Jordániában, Irakban, Törökországban, de az igazán nagy és megdöbbentő képeket azt az országon belül tudtam forgatni. Azért, mert mondjuk gondolj bele, egy török menekültáborba oda tud menni a Vörös Kereszt, oda tud menni a Vörös Félhold, oda tudnak vinni az ENSZ segélyszervezetek. Tehát ott van víz. Tudnak segíteni, persze. Igen. És mit tapasztaltál az országon belül? Tudsz erről egy kicsit mesélni? Csak hogy el tudjuk ezt képzelni európaiként, hogy mi van egy ilyen menekültáborban? Ezt úgy képzeld el, hogy amerre a szemmel lát, hófehér sátrak mindenhol, a sátrak között így kiskanállal, de szó szerint ez kiskanállal pici árkok ásva, amiben folyik az ürülék és a fekália. Az emberek kilométeres sorban állnak egy nagy kék hordonál, ahol a vizet osztják nekik, és annyi értékük van, amennyi a két kezükben, két nejlon zacskóban elfér, és ezekben a fehér sátrakban, tehát mondjuk egy ilyen menekült táborban, a kisebbekben 5-6 ezer ember, a nagyobbakban 35-40 ezer ember él együtt, és reggel a férfiak elmennek, és megpróbálnak valahol munkát találni a környéken, vagy kéregetni, és amikor este meg jönnek haza, és akkor hozzák a kenyeret, vagy a fügét, vagy amit éppen találnak. Most nem azt mondom, hogy az utcán szedik össze, de hát tulajdonképpen az túlélésért küzdenek minden egyes percben, és a legmegdöbbentőbb volt a gyerekeket látni, akik mondjuk 3-4 éves gyerekek ott szaladgálnak, gondoljatok bele, fél évesen és egy évesen kerültek oda. Tehát ők most már 3-4 évesen nem is tudják, hogy milyen egy igazi házban élni, ott nőnek fel a sátortábor kellős közepén, és azt hiszik, hogy az az otthonuk, mert nem is nincs is esély rá, hogy visszaköltözzenek a rendes házukba. A vegyi támadás miatt, a folyamatos harcok miatt annyira messze van a lehetőség, ugye nincs áram, nincs víz, tehát Assad lezárta az alapvető infrastruktúrákat, tehát nem engedi, hogy a felkelők területén ezek a dolgok működjenek. Hát azért ezt így borzasztó hallgatni. Szóval az embernek vannak képzetei arról nyilván, hogy mi történik, meg néz külföldi hírcsatornákat, hírportálokat, különböző oldalakat, de hát azért ezt így hallva, ez mind borzalmas. Hát és ráadásul ezek az emberek nem tudják, hogy mikor lesz ennek az egésznek a vége, a totális kilátástalanságban élnek. Nem, rövid időn belül biztos nem. Igen. Hát gondoljatok bele, olyan felvételeket kaptam, és a harcokról, amelyeket itt fel sem tudunk fogni. Amikor tegnap beszéltem a szerkesztőtökkel, mondta, hogy nagyon finoman, óvatosan fogalmazzak, és amikor beszéltem az ATV hírigazgatójában, mert vasárnap este lesz egy hosszabb összeállítás, 18-as karikával kell, hogy leadjuk a történetet. Olyan felvételeket készítenek például a kormányerők, hogy amikor elkapnak egy felkelőt, hogy mit csinálnak vele, és megpróbálok finoman fogalmazni, tehát hogy hogyan temetik el élve, vagy verik agyon egy vasrúddal, vagy vágják le a fejét,
És ezek a felvételek mind megvannak, és ezzel próbálják elrettenteni egymást. De képzeljétek el, hogy ez nem egy-egy felvétel, hanem ez a napi kérdés. Tehát amikor elkapnak valakit, akkor olyan kegyetlenül megkínozzák, mint a legrosszabb horrorfilmekben, amit most nézel a mozikban. És ez ott napi kérdés. És ez minden percben történik. Tehát ezek a felvételek úgy kerültek hozzám, hogy amikor ott voltam, elfogtak Assad katonákat, elvették tőlük a mobiljukat, és a mobilukon lehetett látni azt, hogy ők a felkelőkkel mit csinálnak. És le kellett üljek, és megdöbbentem, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez, és mondták, hogy ez kétnapos felvétel, hogy hogyan szórják a fejére a homokot, és kínozzák, és teszik meg. És ezért is kellett úgy dönteni, hogy a hosszabb filmet 18-as karikával kell, hogy leadjuk. De én akkor is úgy gondolom riporterként, hogy ezt meg kell mutatni, mert... Hogyne, hát azért beszélünk erről mi is sokszor, hogy mi van a világban, meg azért kapcsolunk téged is. Persze, persze. Te ilyenkor magadra egyébként tudsz biztosítást kötni? Köt rád valaki? Elmondott, hogy hova mész? Szó sincs róla, tehát a biztosítók fölteszik a kezüket, semmi, és menekülnek. Tehát ez korábban, tehát már amikor már az országot kiejtem, akkor ott itthon a biztosító, és azt mondja, hogy hát akkor szó sem lehet róla a harmadik világban. És nem. Ha eltűnik a csomagom, ott az semmi. Igen. Tehát a csomagot a nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mikor lesz ez a műsor maga? Csütörtökön este lesz egy rövidebb összeállítás az ATV-n, vasárnap este pedig 10 órakor egy komolyabb összeállítás, az lesz 18-as karikával. Szóval aki bírja a borzalmakat és kíváncsi, hogy mit tesznek egymással a katonák, és hogy Assad katonái milyen kegyetlenek, akkor ezt vasárnap este 10-kor meg tudja nézni az ATV-n. Fontos, fontos ezeket látni. András, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jelentkezzél, ha újra utazol valahova, jó? Hogy tudjunk hívni mindenképpen. Egy hónap és megyek megint. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Novák András, köszönjük szépen. Kemény, nem? Nem is nagyon tud az ember el mit mondani. Rettenetes durva szitu. 3-4-9 lesz pontosan, 5 perc múlva jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan, 9 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, én most mentem be regisztrálni a Chevybe, beültem az autóba, hát srácok, én mindig is mondtam, hogy egy ilyen kicsi lány, mint én, legalább egy nagy autóban mutat jól. Leginkább egy nagy autóban mutat jól, bocsánat, szenzációs, szép napot mindenkinek, írja Évi. Igen, óriási az érdeklődés, Magyarország, a Klassz FM hallgatók, a Morning Show hallgatók megrohamozták a Chevy kereskedéseket, úgyhogy kaptam egy hírt most gyorsan. Mi pedig az, hogy a nagy érdeklődése való tekintettel ugyanis annyian mennek, plusz egy napot szeretnének ráhúzni. Jó, úgyhogy még holnap is lehet menni. Holnap is lehet még regisztrálni, vagyis még holnap is esélyes lehet valaki, hogy ott legyen, és pénteken jöhessen velünk ásni. Ha valaki ma még nem tud bemenni, nincs nagyban, holnap is lehet menni, beküldeni a családot, regisztrálni, és eljönni pénteken autót keresni. Egy Chevrolet Trax, ugye ez a fődi. Egy crossover. Nagyméretű, nagyon jó kis családi autó. Tegnap itt volt, kipróbáltuk, így van. Nagyon én szép. Én is mentem bele 100 métert. Több mint 5 millió forint értékű. Na jó, 50, köszönöm. Hát ahogy hallom, az 25 volt. Na jó. Igen, abba 20-at toltak. Úgyhogy érdemes megpróbálni, be kell menni, regisztrálni. A Chevynek a honlapján ott vannak a helyek, hogy hol lehet. Az ember bemegy, regisztrál és ad egy esélyt, hogy hát ha visszahívjuk, és ő lesz az autó tulajdonos. Jó? Azok az emberek, akik eljönnek majd pénteken a Ferdinánd híd lábához, azok megnézhetik a nagy kiásást. Összi 10-re csak előkerülünk. Nagyon izgulok. Bízom benne. És az ott ásók közül pedig valaki autótulajdonos lesz. Hogy van? Mikor mondjuk? Mikor érezzük? Mert nyilván figyeli Gyula a kiásott föld mennyiségét. Mi drága Gyulánk. De hogy mikor mondjuk azt, hogy most már nincs idő, abba hagyhatjátok, vagy akkor rájuk úszítjuk a segítséget? Hát mindenképpen jó lenne, ha happy end lenne a sztori vége. Szerintem Gyulának erre is van terve. Tehát ő látni fogja, hogy mennyi földet ástak ki. Szemre megmondja, hogy az nem hány tonna, hány mázsa, hanem hogy hány kiló. És tudja, hogy annak a markolónak, ami ott áll a közelbe, arra várva, hogy adott esetben akcióba lépjen, mennyi a teljesítménye, hány markolással, hány más a földet emel ki egyszerre. Osztani, szorozni fog fejben, és tudni fogja, hogy most! De ők nem markolóval dolgoznak, hanem... De hogyha nem fejezik, ja, akkor is markolás lesz a vége. Igen, mert azért az úgy egy szomorú vég, hogy a 4-11-kor úgy fölbotorkálunk kicsit. Hát kiássuk magunkat alulról. Skolaját! Hallgass, már Csabi csinálja a kívánság műsort. Na, menjünk haza. Ennyi. Felé kicsit, földes átad. És elindulunk hazafelé, hárba-három irányba, ki kocsival, ki taxival, nem? Tehát ez jó lenne, ha valaki ott pénteken autótulajdonos lenne. Az egy kicsit olyan nyomorultabb vég, nem? Mert hát mi lesz a kocsival? Akkor mégis Jani viszi, ha nem ássák ki? Hát olyan egy hétvégére szerintem kaphatja. Akkor kapkodjatok. Igen, nem kell sietni. Na mindegy, a lényeg, hogy tessék menni, regisztrálni, adni egy esélyt a sorsnak, szerencsének, ki ahogy hívja, teljesen mindegy.
A lényeg, hogy regisztráljatok. Jól emlékszem, hogy ma az egrieknek segítettünk? Hát... Ugye? Hát, ha nem volnák, ki kéne találni. Te igaz. Te rossz. Az egriek kapnak egy kis segítséget. Az Agria Park főbejáratánál lehet ma regisztrálni. Minden egri hallgatónak. Jó? Ha nem tud bemenni sevi kereskedésbe, nem akar, Eger Agria Park főbejárata. Hosszabban várják a sevi kereskedések a látogatókat, úgyhogy tessék menni regisztrálni. Már nincs sok idő. Hát akkor ma holnap. Ma holnap, és aztán vége. Pénteken már ásunk. Így van. Úgyhogy hajrá. Mi pedig már is játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, szevasztok, srácok! Hello, Józsi! Józsi vagyok. Józsi, szia. Hello! Józsi, honnan hívsz minket? Békés Csabáról. Hoppá! De jó hely! Voltál regisztrálni? Még nem. Van autó a családban? Van autó, csak az a baj, hogy ugye nekem nincsen jogosítványom. Nincsen jogosítvány. Hát majd legalább lesz egy okod rá, hogy megcsináltasd. Hát mondjuk, így van. Ugye figyelj. Nem kizáró ok az, hogyha valakinek nincsen jogosítványa, persze, bárki regisztrálhat. Figyelj, és nem lenne jó egy új autó? Hát jó lenne. De hogy ilyenkor ez annyira magyar, már azt, amikor az ember csak jó lenne, de hogy nem tesz semmit, nem is akar semmit, hogy miért nem mész el? Ez csak itt tényleg kíváncsiságból kérdezem. Oké, az ember azt mondja, hogy nincs időm, dolgozom, de el lehet menni reggel, korán, reggel, késő este. Hogy miért nem adsz egy esélyt? Lehet, hogy el fogok menni még a mai nap folyamán, és akkor regisztrálok. Na, ez már jó hangzik. Na, most már... Itt van a nagy baj, a fejekben. Nem, hogy van egy lehetőséged, és azon lemondasz róla, mert azt gondolom, hogy se én nem teszek semmit azért, hogy a sorsom egy kicsit jobb legyen. Milyenek a kérdések, Jani? Vihető. Vihető? Persze, ha valaki tudja a válaszokat. Akkor mindenképp. Ja. Na figyelj, Józsi, így szól az első kérdés dedikált egér alátétért. Milyen szeszes ital a Cuba Libre nevű koktél fő alapanyaga? Ne csináld már, még ha nem is ittál soha a Cuba Librét, valószínűleg már a névből már lehet tudni, hát Cuba nemzeti itala az mi? Sör. Ja. A kumisz. A rum. A rum. Hát ez a rum lett volna. Persze. Jó, Cuba Libre. Innál egyet. Hát gyerek, hogy kettőt bevernék most simán. Hát Józsi, ez olyan volt, ahogy indult. Sajnos. Rövid és sikertelen. Vigasztald meg magad egy regisztráció. Jobb lett volna inkább bumbozni. Józsi, ezzel a mentalitással neked az nem jött volna össze szerintem. Sajnálom. Mi is. Köszi. Köszi. Hello. Hello. Ciao, ciao. Hát ennyi. Megmaradt két kérdés. Hurrá. Jani, holnapra megvagy. M3-as Miskolc felé a 105-ös kilométernél a Molkútnál telefon mögött fotóznak, ez Derik üzente, és szintén van egy trafi az M3-ason Miskolc felé a 106-os kilométernél, ami ugyanaz, amit az előbb mondtam. Csak ez a bokrok takarásában, valaki pedig telefon mögött látta, de ez ugyanaz. De te két megközelítésben is tudod szállalni. Így van. Egyre több részlet, egyre több információ, egyre tisztábban látunk. Köszönjük. Figyelj, az egyik így szól. M3-as Miskolc felé 105-ös kilométer Molkút telefon mögött fotóznak. Másik SMS. M3-as Miskolc felé 106-os kilométernél a bokrok takarásában fotóznak. Aha. A Molkútnál vannak bokrok? Van. Vagy beállt a Molkút és a bokrok közé, és ott fotóz? Vagy a Molkút és az autópálya között van egy bokor? Hú, ezt beszéltek meg egymással. Jó, ez rohadtul nem érdekes. Ebben egyébként ti vagytok az igazán nagyok, amikor egyikötök mond valamit, utána a másik rátronfol, az egyiknek is van egy saját verziója a dologról, másiknak is van, mint a tegnapi témán kapcsán, ugye, hogy most kinek rendelte a második fickot? A nő rendelte a pasinak azt a fickot, vagy a fickó rendelte a pasi. Most akkor itt egy mele kapcsolatról van szó, vagy szeretnék vagy pedig megvilágítani egy közlekedési információt, ami fontos az autósoknak. Igen. Tegnap két pasi rendelt, halló. Harmadiknak pasit egyébként. Halló, halló. Trafi a Molkútnál hol? Mi a város? Nem város, M3, így figyelj. Látod, te meg bealszol a közlekedési híreken. Hát mivel már nem tudom feldolgozni a rám zúduló információ mennyiséget. Aztán dubálsz, ha Mónika belefut. Jó, akkor lezárva ezt a vitát csak annyit mondok. Holnap 9 óra után. Country. Na, ugye, hogy inkább vitatkoznál az M3-asról? Én inkább meghallgatnám még egyszer Fekete Pákon, majó. Megkapott 9 óra után. Egy perc van, 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 15 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jaj, gyerekek.
gyerekek, ezen az ásáson gondolkozom, hogy jövünk ki mi onnan majd. Vannak még kérdései. Mit van velünk Roberto, friss közlekedés hírrel. Hello Roberto, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Hello, merre vagy? Hát most éppen Asori Medivel már lejöttem az autópályáról, hogy most tőle is elátéztem ezt időszakot. Igen, a kérdés arra vonatkozott nyilván inkább, hogy mit láttál, vagy hol voltál, amikor láttad azt, amit most már nem látsz, mert elhagytad. Igen, az M0-áson közlekedtem az M5-ös irányába, és Maglód és Vecsés között volt egy útburkolatjavítás, miatt egy torlódás, itt egy sávot szüntették a forgalmat, illetve a Vecsési kihajtótól az M5-ös irányába kábel átfeszítés miatt ilyen darús kocsik állnak fönt a pályának mind a két oldalán, és mindkét irányban gyakorlatilag egy sávra szűkítik a forgalmat, és rendőrök is ellenőrzik a fokosokat, tehát ott elég lassan lehet csak közlekedni. Tehát ez a dullás két szakasz a Maglód, Vecsés és M5 gyár között, ugye? Igen, így van, két szakaszon. Oké, okay, köszi, hogy elmondtad ezeket, jó utat! Köszönöm, hello! De ezek az útborkolati festés, ez ha valaki egyszer nekem előáll, egy közútkezelő, és elmondja, hogy útburkolatot festünk reggel 7 óra és 11 óra között. Hogy miért? Hogy miért? Mert aztán megy tovább délután, másik helyre. Hát az, ott pont akkor volt hely, idő. De miért nem mondják azt, hogy az ilyen forgalmas csomópontokon, mint M0-ás nagydugó visszatorlódik több kilométer, kicsit kevésbé terhelt időszakokban délelőtt, késő este, vagy kora délután. Tehát két nagy fontos időszak van, a reggel, meg az este. Hazamenetel, meg a munkába menetel, nem? Hogy tényleg akkor? Mert ez logikus lenne, amit te mondasz. Hát most az érted, ahhoz gondolkodni kell. Gondolkodni kell. Nekik ezt is van családjuk, este otthon akarnak lenni velük. De megértem, hogy az este drágább pótlékot kell fizetni, éjszakai munka, stb. De hát azért a kora reggel csúcsidő, meg az esti éjszakai munka között azért még vannak időintervallumok, nem? Szerintem kb. Célba értél. Tehát a pluszköltségek valószínűleg. Na de délután nem drágább. Kora délután mondjuk egy forgalmas helyen csak 1-től 3-ig festeni, vagy 1-től mondjuk 3-ig, és utána abba hagyni. Vagy 11-től mondjuk 2-ig, nem? Az ugyanaz, mint időintervallum, ugyanaz, mint a 7-től 10-ig festenéd. Nem? Én ezeket nem értem. Mindegy. Aki holnap délben regisztrál, az honnan fogja tudni, hogy esetleg mehet ásni? Vagy valójában hiba regisztrálni már holnap, kérdezi Rudi. Rudi, mi nem mondunk olyat, ami hiba lenne, mármint abból a szempontból, hogy nyilván nem küldenénk be senkit regisztrálni, ha utána már nem tudjuk visszahívni. Este, amikor lezárul a regisztráció, akkor természetesen még hívjuk azt, aki pénteken tud jönni ásni. Úgyhogy akik holnap regisztrálnak, nagyon fontos, hogy este figyeljék a telefonjukat, figyeljék, hogy csöröge, vegyék föl, legyenek elérhetőek, hiszen nem csak olyanok lesznek itt, akiket mi hívtunk vissza, hanem például a csütörtökön regisztrálókat este hívják vissza, ők is jönnek pénteken, ott lesznek a hétvégén regisztrált játékosok közül kiválasztottak, akik ugye szintén regisztráltak, szintén ott voltak, csak nem hívtuk őket adásba, mert pénteken, szombaton és vasárnap regisztráltak, őket is visszahívják, vagy visszahívták már, tehát hogy meg lesz az adott létszám, hogy ahányan kell ásni. Hányan? 10 ásnak? 10. Aha. 20-ke körülbelül. 10-12. 13-14. Attól függ, hány családtagot ott akarod benyomni. Még mondhatod, hogy kicsit tágítsunk a határokon. Ha akarod 10, ha akarod 13. Ez attól függ, mennyire tudod álcázni a saját. Mennyire tudod elrejteni a családfádat, hogy ne derüljön ki. Kikotorni azt a gyönyörű autót. Igen. Még a kutyát is elviszi. Tegnap... Csont, Deni. Hás. Tegnap beültettem a családot, és Kaposvárra lementünk Pécsre. Csak azért, hogy regisztráljunk, írja Robi. Ma az első voltam Veszprémben, írja Toli. Na, jó, na, ez az igazi lelkesedés, így is kell. Ez a jó megfogalmazás, vagy ez a jó, igen. Ha valaki így gondolkodik. Könyörgöm, így egy hallgató, nem magyar médiumok, hanem média. Legalább ti használjátok jól. Nagy kincs a latin, ha tudja az ember. Nem szoktam, igen, ilyen helyre rakós SMS-ekre reagálni, de akkor ezt azért gyorsan tegyük rendbe, hogy itt miről van szó, nem? Én igen, néha fekete listára rakom őket. Nem baj, hogy valaki szól, vagy valamit úgy gondol, csak amikor oktat, és közben bődületesen nagy baromságokat beszél, az nem jó, nem? Tehát az, hogyha te azt mondod, hogy magyar médiumok, azt mondhatod, az nem szép, vagy az nem helyes, azt mondod, hogy a magyar médiák. Most már az is elfogadott. Tehát különböző sajtóorgánumok, a különböző magyar médiumok, az újságok, a rádiók, a televíziók, a hírcsatornák, ezek a médiumok. És ha azt mondod, hogy a magyar média, akkor az ennek a gyűjtő neve tulajdonképpen. Azt nem mondod, hogy a magyar médiák, a tévé, meg az újság. Tehát ezt így használják. Médiákok. Hát a latinban ugye a média az egyes, és a médium, az a médiumok, az a többese.
a latinnak. De így is használod. Igen. Na mindegy, nem baj, csak valaki így okoskodik, ez nem annyira szerencsés. Kapuvár és Csorna között 70-50-es tábla, Forrádon rendőrbácsi, puszi, beús. Olvastam egy ilyen rövid kis bulvárhírt, és akarok róla beszélni, mert lehet, hogy én nem értek valamit egyébként, hogy visszavonul a Trütko. Jaj, ne is mondd, reggel volt olyan nyomott a hangulatom. Ez szörnyű azóta én is, ez egy pokoli történet lesz valószínű. Ez az. De hogy róla miért kell nekem minden évben elolvasnom, hogy ő visszavonul? Tehát én elképzeltem egy jelenetet, hogy ő meg tud emészteni, amikor majd ez bekövetkezik. Ő egy kicsit így előre megállt ezen a dologban. Három éve azt mondta, visszavonul, abba hagyja. Két éve azt mondta, visszavonul, leköltözik, abba hagyja. Most megint bejelente, abba hagyja, már egy másik Trütko jelentkezik, és nem, és elcsendesedem, és vége. Utoljára egyébként 2011-ben vonult vissza. Hogy zajlik ez? Trütko felszívja magát a Róna utcában, és azt mondja, hogy jó, vége, megelégeltem magam. Elegem van. Paróka készítől. Leveszi a sapkát, berongyol a TV2 jelenleg magyarul kevésbé beszélő programigazgatójához, és azt mondja, felmondok. Azt mondja neki az ember, hogy jó. Felmondok. Sorry, I don't know. Jó. De tényleg felmondok. Na de. Jó. Oké. Okay. Tényleg felmondok. De most nem viccelek. De most tényleg nem viccelek. Jó, menjél. Nem baj? Nem. Mehetek? Igen. Akkor maradok. Jó. Vagy és mindegyik között kiad egy közleményt, hogy fölmondok. És mindig van egy közlemény. Na most aztán tényleg elmegyek. Jó. Na most aztán tényleg visszamondok. Oké. Ha azt hiszem, viccelek, nagyon téved. Igen. Jó, semmi baj. Okay. De tényleg elmegyek? Oké. Még valami? És kész. És nem megy. Vagy akkor miért mondja? Nem értem. Ez egy pokoli történet. Hát ez ennek az. Utána kell jel. Ez az. Miért csinálja vajon? Lehet, hogy van valami nagy durvás, hogy és utoljára a naplóban, ma este én. Én. És az életművem. De most a jövő héten már tényleg utoljára leszek ám a napróban én. Bújit Rütko. Hallják? De tényleg? És utána miért? És utána nem, sincs utoljára. Hát elbizonytalanodik. Meggondolja magát? Hát meg nyilván ilyenkor azért millió számra érkeznek a levelek, az e-mailek, az SMS-ek. Hát azt gondolom. Majd Rütko, nélküled már semmi nem lenne olyan, mint amilyen volt régen, amiben azért van igazság. Nyilván csak nem tudjuk, hogy most ez pozitív vagy negatív értelemben. Megnéztem, hogy mikor vonult vissza. 2006-ban, 2011-ben, legutoljára 2011-ben, és most 2013-ben. Tehát nem lehet az összes programigazgatónál visszavonul? Uh-huh. Tehát Kispéternél visszavonult kétszer. Most megjött Jürgen Hans Löttyen-Flöttyen, van most ugye az anyacsatornádnál, ha lehet így mondani. Bár neked most kevésbé az anyacsatornád, de mégis te vagy közülünk az áruló. Hát nem jártam arra évek óta. Ja, csak hogy valakit tudjunk köpni. Akkor én vagyok. Csak hogy valaki áruló legyen közülünk, hiszen mi a másik csatornán vagyunk. Minden csatornánál, minden programigazgatónál mindig visszavonul. És mindenki azt mondja, hogy jó, ez nem... akkor nem vonul, jön egy új, na most megint elsütötte a kártyát, csak ez a klöttyen-flöttyen is azt mondta, hogy jó, oké. Valami más? Mert 11-kor van egy fontos ebédem. Trütko? Valami? Nem? Sem? Akkor jó. Szevasz. Nem, és lehet, akkor nem vonul vissza. Hogy magát a szót értelmezik ők másképpen, mert hát azért tudjuk, hogy például nem ugyanazt érti mondjuk a nézettség alatt a TV2, mint amit az RTL klub. És hogy nem lehet, hogy ez a visszavonulás, ez valójában ez közös megegyezéssel való szerződés felbontás, amit a munkáltató kezdeményez. Tehát, hogy, és csak ő azt mondja, hogy ez... Elébe megy a dolognak? Igen. Tehát arra gondolsz, hogy megnézte a napról nézettségét, és azt mondta, hogy visszavonulok? Hogy mindig más vezérigazgatóknál történik. Mindig más, hát ennyiszer ember még nem vonult vissza. Talán csak a Rolling Stones, tényleg, de hogy így... Trütko a hétvégén megnézte. Félem, akarsz visszavonulni? Ja, és akkor ennek elébe megy. Na mindegy, hát ez tényleg egy pokoli történet. Szóval nem akarok erről többet, de én csak ezen gondolkoztam. Na, olvassátok a Lottó nyertest? Hírét, hogy berugott és elfecsegte, és kifecsegte? Persze. Részek 3 napja, és szólt a barátainak, hogy húzzon mindenki a francba, mert egy fillért nem ad senkinek. Oké. Kérdezem én, szerintetek jelen pillanat, most ezt egy bulvárőság címlapon lehozta, hogy a részeg lottó nyertes nem ad senkinek. Hány olyan részeg ember van, aki egyébként azt mondja, hogy ő a lottó nyertes? Tehát, hogy ezt honnan tudod, hogy ő a lottó nyertes? Jövő éte visszajövök, én vagyok a lottó nyertes. Megírod, igen, megírod, lehozod címlapra, tök jól hangzik, rohadt nagy bullshit az egész. De nem? A lottó nyertes, aki kifecsegte, hogy ő a lottó nyertes. Miért is? Mert azt mondta, hogy én vagyok a lottó nyertes. Ettől ő a lottó nyertes. És elment és berugott, mint egy ilyen népmese. És azt mondta a régió gyerekkori barátainak, hogy nem adok nektek semmit, az egészet a családomra költöm.
miért ő a lottó nyertes? Mert azt mondta, hogy ő. De hát van a szelvénye, Géza, nincs családod. Ja. Majd veszek. Igen. Akkor őt is van. Igen. A lottó nyertesnek megvan a szekrényben, egy páncél szekrényben. Van, igen, van, van. Tehát teljesen van egyértelmű, otthon, hogy szép és páncél szekrény minden magyar háztartásban. Minden háztartásban kell, hogy legyen. De a falu jegyzőjéhez bevitte. Na, és benne van az önkormányzati páncél szekrényben. De a négy kerék, meg a két szobában egy páncél szekrény jár mindenhova. Tehát senki nem tudja, hogy akkor ki a lottó nyertes, de a lottó nyertes azt mondja, hogy ő a lottó nyertes, berakta páncél szekrényben, majd a 3 milliót elkölti a családjára. Hm. És ezt mi el is hiszük, hogy az a lottó nyertes. Hát, aki egyébként merül. És aztán este hazamegy, és aztán hazamegy, és úgy gyönyörködjön, megpróbálja elővenni a lottó szelvényt a páncél szekrényből. Mi a kód? Mi a kód? Én nem befejtettem. Igen, és a büdös életben nem tudja. Nem tudja többet kinyitni. Egy lángvágóra sem maradt pénzem. Azért reális szociológiailag egy tényleg nagyon helyes történet, hogy berúgott és mindenkinek elfecsegte. De ettől még azért, mert most valaki arról beszél, hogy ő a lottó nyertes, ettől mitől ő a lottó nyertes? A berúgással nem tudunk vitatkozni, tehát nagyon simán. Én még ezt a saját számokat sem értem egyszer, ezt tényleg már tudom, hogy egyszer erre tettél egy kísérletet, de amikor kiderült, hogy 5-ös van a lottó, és egy óra múlva, 2 óra múlva, hogy másnap reggel a szerencsejáték ZRT lenyilatkozta, hogy saját számokkal játszott. Az mi, hogy saját számokkal játszott? Hát, hogy az az ő száma. De azt fölhívták a lottó nyertest, amikor még nem tudták, hogy ki ő. Nem. Fölhívták, és azt mondták, hogy Béla, saját számokkal játszott, tehát te csibész. Igen. Nem, vagy nem, mi a saját CD van. Igen. Neki is 5-öse van. Tehát előbb tudták, hogy mi a saját szám. A saját szám szerintem az, amikor 10 éve vagy 20 éve ugyanazzal az 5 számmal. De ezt honnan tudja a szerencsét? Hát, mert már telefonált a nyertes, hogy így Sanyú vagyok a kocsmából. Nem adok takarodj. De ő hívta az SRT-t, ja, mert igen, ugye van ez a titkos szám. Nagy nyeremény esetén ezt írja ki, leellenőrizte Sanyi a szelvényét hétfő reggel. Sanyi vagyok, az a Sanyi. Sanyi, Sanyi SRT. Érted? És akkor mondta, hogy ő elmondta, megkérdezték, hogy milyen számuk, elmondta. Az SRT mondták, hogy tedd le a vonalat, a költség, ez másnak van fenntartva. Sanyi vagyok. Milyen Sanyi? Ne tegezzél! Na, így. Aha. Csak akkor Sanyi betelefonált, és megkezdi, saját szám, Sanyi? Hát kié lenne? Hengen az. Így hozta? Jolika, ez az én számai. Hosszú, vissza a császár költem, most leteszem. De nem előbb mondta a szerencsejátékot, hogy saját szám, mint ahogy egyébként, egyébként jelentkezett? Hát, ha... Mert elég hamar lejött, hogy saját szám, és nem tudom, hogy azonnal jelentkezett. Ne, hát, hogy visszakérdeztek, hogy elnézést, otthonról hív minket? Igen, akkor saját szám. Igen, csak ez lehetett. Annyi rejtély. Ez is egy pokoli történet, gyerekek. Tele vagyunk ma reggel pokoli történetekkel. És most mit mond? Elvileg mit mond? De bulvár újságíróként ez a legnagyobb labda, amiből cikket tudsz írni. Hmm. A legnagyobb közhely. Részegen kifecsegte, széfben őrzi, és mekkora dráma, nem ad a barátainak. Hát mekkora baromság. De mekkora baromság, gondolj bele, nem? És ez egy országos napilapnak a címlapán. Mennyire hiteles. Te jó Isten. És igazából most gondoljunk bele, hogy most Kelet-Magyarországon az összes részeg, mindenki lottó hiszik, vagy úgy van oda, bárhol bemész Kelet-Magyarországon, bármilyen kocsmába, és látsz valakit az asztalra borulva, de azt írja, ott van a lottó nyertes. Ő az üte a 3 milliárd töcsét. Beszarok. És mindenki hónapokig így fog ingyen inni. Igen. Tudod, még nem jött át a tény. Az úr fizet. Ott átul az asztalra dőlve. De te a saját számra egy másik verziót mondtál, az is lehet. Hogy ugye elvileg a gép is tölthet. Igen, tudsz meg te is tölthetsz. Igen. Tudsz te tölteni. Hogy az a, igen, hogy ezt erről is beszéltünk, igen, hogy ez is lehet így. Leteszed a pénzt, és azt mondod, hogy egy gépi szelvényt kérek, akkor a gép így véletlenszerűen 5 számot. Én inkább ezt tartom elfogadhatónak. Igen, az a saját. Hát inkább, hát nem létezik, hogy valaki elviszi az 5-öst, és fölhívják, már azonnal jelentkezik, hogy ő vitte el, mert a nagy elvitel után azonnal lenyilatkozta a szerencsejáték, hogy saját számmal játszott. Az nem létezik, hogy egy óra alatt valaki gyorsan betelefonált, igen, öcsi vagyok. Ja, az nem. Öcsi vagyok, én a saját számmal játszottam, most le kell tennem, mert mit tudom én. Mert oda szart a kutya a küszöb. Érted? Igen. Valószínűleg igen, te is jól mondod. A küszöb nem. Nagy a baj, most mennem kell. Utaljátok a lóvét. Tehát, hogy kevertetsz magadnak, nem?
Aha. Vagy te megjátszod, és azt nyilván a szerencsejáték ZRT látja, hogy gép által kevert, vagy saját szám. De ez egy racionálisabb elfogadás. Hát mondjuk ezt neked kéne tudni, Jani, te ott laksz ezekben a ilyen szerencsejátékek. Ott élünk. Ti ott éltek, oda jártok ünnepelni, ott születésnapoztok, kapartok közben. Egy, te... Néha egy kis evés, ivás, alvás, szex, de közben meg folyamatosan lottozunk. De ne, hát nem, mert fölajánlja neked persze. Arank, amikor bemész, hogy János, saját szám vagy a gép töltsön? Megkérdezik tőled? Én mindig ugyanazok a számok, a saját számokkal játszom. Hosszú ideje. Én csak bemegyek és szépen odaadom a kis előre kitöltött. Ez a saját igen, szám. Így van. Hát ez a saját szám. Egyszer-egyszer már volt olyan, hogy például amikor interneten adtam fel, akkor ott lehet generálni ilyen tetszőleges számsorrendeket. Azt lehet, hogy rögzíti egyébként a szerencsejátéken ezt a CRT. Igen. Igen, hát ez biztos hogy valahogy rögzítik. Van egy kód, vagy mit tudom én, ami a gépi sorsolás, és nem rak rá kódot, amikor te mondjuk saját számot játszol. Tehát nyilván meg tudják különböztetni. Ez azért érdekes, hogy régen ezt viszont nem tudhatták, mert akkor például nem volt ilyen szoftveres rögzítés. Akkor volt egy ilyen kis szerkezet, bementél, nyomtál rajta egy gombot, és akkor feldobott 5 számot. És akkor nem rögzíthették, tehát hogy ez a saját számos duma, akkor nem lehet olyan régi. Hát ez, mert azért ez egy mechanikus szerkezet volt. Hát azért számítógépek vannak egy ideje, János. Tehát azért ez nem egy tegnapi duma. Tehát nézd, azért már a Holdra is odaléptünk azért egy picit meg. Tehát azért történtek már nagy dolgok. Nem lehet olyan régi. Hát nem tudom, hogy 20 év azért már aktív használunk számítógépet. De hogy ez de miért rögzítik amúgy? Mit? Hogy utána el tudják mondani egy órával a sorsolást. Abba belegondoltatok, hogy egyébként akkor ezt csak például mondjuk az ötösök esetében tudják mondani, mert mondjuk hármasból azért van elég sokat, nem tudják azt mondani, hogy saját szám volt a hármas. Mert hogy... De nem is értem, hogy miért mondják, hogy... Nem tudnak tenni a közt, amit... Persze. De engem megvigasztalnak. Tehát gépi vagy kézi. Akkor úgy mondja, a saját szám az a kézi. Így van, na, ennyi. Most nagyon furát fogok kérdezni, tényleg ne lepődjetek meg nagyon. Hogy ennek miért van jelentősége, hogy most saját szám vagy nem saját szám? Én innen indítottam ezt a dolgot. A mi számaink voltak, 10%-ot leveszünk belőle. Igen, sajnos. Ez buktátok. A gépi lottónál nem. Kérhet 10%-ot. Így van, az ő számaik voltak. Pont ezt akarom kérdezni, engem az vigasztal, hogy nem nyertem, hogy Józsi, aki azóta atomrészegen fetreng valahol skizoid állapotban, és azt hiszi, hogy ő lottó nyertes, és szerintem biztos, hogy nem ő, csak azt hiszi, és nem bír kihozanodni. Szörnyű felismerés lesz, ha egyszer kihozanodik. De hogy egyébként nem mindegy. Nem teljesen. Tök mindegy. Hogy mivel nyert. Mi van ez a részeg? Úgy részeg, hogy ő csak azt hiszi, hogy a lottó nyertes, és ezért nem józanodik. Hát de közben nem ő az. És egy iszonyat fejfájással így ízére, de most már beváltom az ötös lottót. Anyád, ez hatos. Anyád, ez kenó. Igen, hát ezek nagy dolgok. Na jó, ezen csak egy valaki, vagy egy valami segíthet. Ha Vujit Rütko visszavonul. Ha egyrészt, hát Rütko végre tényleg visszavonul. Ezt most már tényleg megteszi, ha már ennyiszer ígérte, illetve hát ő. A legjobb dal, gyerekek. A Pákó első igazán jó dala. Jó! Nagyon, hát csak ezt fogom hallgatni. Nem tetszik? Pákó új dala, ha valaki nem kellemes. Hallgatott volna minket korábban. Sehol egy Didi. Sehol egy Segi. Sehol egy mellett. Korak kamu. Gyerekek, nekem ez tetszik. Jó. Én ezt tudnám hallgatni a kocsiban. Mindig megjelenik kicsit Pákó, akkor azért úgy kicsit felnevetek, de maga a dal jó, nem? Nem jó? Le kéne érni, és hát, ha visszafelé orvassuk, akkor értelmes magyar szöveg. Egyébként szerintem az Adide Adidit után azért ez egy nagy fejlődés. Jó, én szerettem azt a Pákot, de most egy kis csillagba átmenek. Én tökre örültem volna neki, hogyha annak idején általános iskolába választhatom mondjuk a német helyett a jurubát. Olyan szép nyelv. Na jó van. 9:50 múlt, pontosan 5 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Tényleg nem neki a legjobb. Nem neki a legjobb. Vidám, mindig vidám. Jól érzi magát. Nem? Egy tündér. Hát, cserélnék vele. Komolyan. Nem tudom, hogy van-e, hogy ő rossz kedvű. Hello, Csabi! Jó reggel, szevasztok. Itt van még vonalban? Nem, simán lehet egyébként. Ez simán lehet, hogy itt van még.
Jött egy SMS, elmentem egy Chevy kereskedésből, megvettem a Verdát, ahogy kértétek. Fogtam egy ásót, elástam, ahogy kértétek. Hogyan tovább? Jó, ez jó. Atek írta nekünk. Meghosszabbította a Chevy a regisztrációt, ma is lehet menni, késő nyitvatartás, holnap is lehet még menni. Tényleg, ne csak várjátok, hogy ez az autó a tiétek legyen, kicsit érdemes tenni érte. Rengetegen rohanták meg a kereskedéseket, de van még rá lehetőség. Elmentek, regisztráltok, visszahívunk még ma is valakit holnap este is. Úgyhogy még van idő arra, hogy bekerüljetek a pénteki célegyenesbe, vagy a pénteki top 10, top 12-be, ahol aztán ugye már valaki autótulajdonos lesz majd az adás végére. Az EGRI-ek az Agria Park főbejárata mellett találják most egyébként a regisztrációs helyet. Így van, regisztrálni kell. Így van, regisztrálni kell, és utána várni, hogy visszahívunk benneteket, és kiválasztottak legyetek. De aki nem tud jönni, abból a szempontból, hogy nem lett kiválasztott, és nem tud ásni, az is jöhet megnézni magát a mutatványt, hogy ásnak ki bennünket a Ferdinánd híd lába West End, ugye? Jó lesz. A parkoló. Ja. Igen, a másik oldal, tehát a Ferdinánd híd egyik oldalán a West End, attól függ, merről jössz, és a másik oldalán a nagy parkolóban van. Így lehet kérdésem? Lehet. Ugye azt mondtátok pár nappal ezelőtt, hogy veletek együtt lesz a konténerben elásva az autó. De hogy nehogy valaki tudja azt előre, hogy pontosan merre vagytok, nektek már le kell menni előző este? Vagy ti mikor kerültök oda le? Tehát tudható, hogy mi hol vagyunk, tehát körbe lesz határolva, hogy a föld alatt ott van a konténer. Tehát nekik már nem az a truváj, hogy találják meg abban a nagy parkolóban, hogy hol van, hanem egy adott időintervallumon belül, ott az adott területen ássanak ki minket, tehát ők fölöttünk fognak állni. És azt mondják, hogy ott vannak lent a Balázsék, fogjunk össze, osszuk le a munkát, próbáljuk meg őket kiásni. Hogy valamelyik ők mennyire lesztek mélyen? Azt nem áruljuk el? De elmondjuk ezeket, ilyen technikai adatokat holnap fogunk mondani, majd följük a Gyulát, ami technikai igazgatónkat, és ő elmond mindent, hány köbméter föld, milyen gyorsan kell ásni, hogy kapjak segítséget, mikor kapnak segítséget. Hát jó pár mélyen, méter mélyen leszünk, de hát lesz azért idejük kiásni. Így van. Sokat kell ásni. 400-ról lehet följönni. Ah, igen. A kérdésedre visszatérően nekünk már egy nappal korábban le kell majd mennünk Ferivel, de Balázsnak az M0-ás körgyűrűtől ástak egy folyosót, ő csak reggel. Gyerekek, bocs, én folyosóról szállok be. Titeket busz-visz, vagy ti elsétáltok a gépig. Ne, én folyosóról megyek. Úgyhogy ez lesz, jó? Oké. Okay. Mondjátok ti is, hogy hosszabb ideig lehet regisztrálni, holnap ismét. Mondom, minden egyes lehetőséget meg fogok ragadni, és elküldöm a hallgatókat regisztrálni. Mert tényleg nagy dolog ez. Főleg, hogy tegnap láttam is az autót, beleültem. Én is ásnék érte, de hát ugye én nem vettek részt. Mindenki, aki látta már, nagyon dicséri ezt az autót, aki meg ült benne, aztán az meg odáig van meg vissza. Hallgatók is írták, hogy elmentek, regisztráltak, beleültek, megnézegették, busztálgatták, és nagyon bejött neki. Nem csodálom, még te is vezetted, tehát hogy te is képes lennél megtanulni vezetni ezért az autóért. Brutto 50 métert, nettó 12. Igen. Hatot, nettó hatot. Na jó, hat. Na hívjuk akkor azt a játékost, aki ott lehet pénteken, jó? Megnézzük, hogy felveszi-e. Ő is regisztrált, bement egy Chevy kereskedésbe, megadta a lehetőséget annak, hogy autótulajdonos legyen, és ez már ugye egy nagy lehetőség. Hello, hello, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hello. Szervusz Balázs! Morning show, itt a Csabi, Feri, Jani, mindenki itt van. Szervusztok! Hello. Szervusztok! Hello, Robi, ugye? Igen. Hello, Robi, voltál regisztrálni, ha jól látom. Igen. Mikor sikerült? Hát kérlek szépen, múlt héten voltam, vasárnap. Múlt héten vasárnap voltál. Helyileg, hol voltál? Szavarban vagyok. Kérlek szépen a Gyulainál. Gyulainál. Gyulai autókereskedés. Gyulai autókereskedés, igen. Hazai pálya 17 ker. Mi a foglalkozásod, Robi? Kérlek szépen, a műtőben vagyok. Jelenleg amúgy most kijöttem, császározunk. De ügyeletes vagyok. Kirohantál egy császáról? Kirohantam gyorsan, úgyhogy... Mit mondtál? Bocsa, Balázs, itt morning show, nem tudhattam, de hogy... Gyerekek, van egy hívásom, ezt most föl kell venni, nehogy én legyek a segényértes. Tartsa, anyuka! Tartsa vissza! Törlést kérek, jó hosszan? Jó. Igen, ez így történt, úgyhogy kicsit sietnem is kellene. Jó, siess, van autó a családban? Van autó? Régi, új, nincs? Nincs, de jó, hú, de jó. De jó. Hányan vagytok a családban? Hatan. Van négy gyerek. Úgyhogy... Jó család, összetartó? Jó kis család, igen. Jó, van, mesélj még róla. Dehogy is nem. Oké, Robi, figyelj, ráérsz-e pénteken, vagy szültök, vagy császározol, vagy mi tesz? Császározunk, mert a szülésnél is ott vagyunk, de pénteken, hogy tudsz-e jönni ásni? Vagy nem, szabadságot kértem. Ha hisztatok volna, hanem
eldöntöttem, hogy Szabit kérek. Nagyon jó. Ott lettem volna a helyszínen, tehát. Ja, hogy jöttél volna a helyszínre, hát akkor te megkérted előre a Szabit, de jó vagy, ügyes. Így van, így okay. Robi, menjél, autótulajdonos lehetsz, pénteken várunk, drukkolunk. Nagyon jó? Szépen köszönöm, kiássuk mindent. Remélem. Találkozunk. Bízunk benned. Köszönöm, szervusztok. Hello, Robi, hello, hello. Hello, sziasztok. Laza. Itt vagyok, anyuka, Laza. Megjöttem. Semmi gond? Ó, ketten vannak, nem is, hármat. Na mindig, mehetünk kávé. Hagyjuk vissza, legyek ásni. Na, de helyes volt. Jó császár, fehér kenyérrel, lillahagymával, annak idején is. Ugye van még két nyertesünk, akik hétvégén regisztráltak, őket adáson kívül hívjuk, csak mondom a nevüket, Váradi Attila Kalocsa és Galambos Éva Kispáli, ők a hétvégén regisztráltak, ugye szombat-vasárnap, mivel nincs adás értelemszerűen, nem tudunk senkit hívni, de ők ketten szintén bekerültek az ásók közé, Váradi Attila, Galambos Éva Kispáli és Kalocsa, őket is értesítjük, természetesen ők a hétvégi nyerteseink. Jó, hívjuk a nap hallgatóját. Csabi, mond, holnap chemtrail és ami mögötte van. 9 után, gyerekek, chemtrail és ami mögötte van. Ígértem, meghozom. Itt fogok ülni. Gondolom. Morning show. Az bizony, jó reggel van. Hello. Hello. Ez ravasz, mert hallja a rádióban a saját zenéjét, tehát tudja, hogy ő lesz. Tudja, hogy ő tényleg. És a kapásos ugyanaz, mint a múltkor. Ugyanaz, mint a múltkor, mert te már voltál naphallgatója. Most már én már a harmadszor. De nem te vagy a részeg, nem te vagy a részeg lottó nyertes. Nem. Igen, mert kicsit olyan hangod, mint a itt távol. Nem, mert dolgoztam éjszaka, és fél álomba voltam, és már most lefeküdtem reggel, amikor az értem. Ugyanarról a számról küldesz mindig? Persze, hogy egy számom van csak. Tiltó listán. Jó? Ez szóval nagyon helyes nevetünk, de naphallgatója nem lehet, jó? Van, akinek két évvel tetszett se sikerül. Viszont Balázs, épp ezért szeretném, hogyha van rá lehetőség. Ugye most már sokat vagyok naphallgatója, és hát van egy kedvenc hallgatóm, aki még nem volt, és elég sokat küldött nekünk SMS-t, így a műsorban, vagy nektek SMS-t. Én szeretném neki az ajándékcsomagot felajánlani. De ki hogyan, hogyan azonosítjuk be? Tehát ki ő, kire gondolsz? Ő és a kedves mamája. Erik szerintem volt már egyébként volt a naphallgatója. Volt már, mert én mindig olyan jókat küldi, és én nem emlékszem rá, hogy lett volna a naphallgatója. És mondom, hogyha nem volt még, akkor szeretném neki felajánlani. Jó, odaadjuk neki, elfogadjuk, jó? Viszont, hogyha van plusz ajándék, azt viszont szívesen. Na jó, persze, és küldjünk mindenkinek egyet az országba a te kontódra. Persze, hát ez nyilván így megy. Mondom, mit írtál? Azt írtad, hogy ugye a Páko Daláról beszélgettünk, megittam egy üveg vodkát, nekem májó ez. Ezt írtad, és ezzel lettél te a nap hallgatója. Na most akkor mi van, küldjük, vagy ne küldjük, vagy mit csináljunk? Hát az ajándékcsomagot Eriknek, hogyha van plusz ajándék, azt szeretném. Jó, valamit kitalál az átküldjük ezt is, és vidd át te Eriknek. Én nem tudom, hogy hova, nem is ismerem, meg csak mondom, olyan jókat tudok írni, és mondom, nem hallottam volna, hogy lett volna egy naphallgatója. Jól van. Oké, gratulálunk neked, köszi! Köszönöm szépen, köszi! Hello, köszi. Ciao, ciao! Hello, sziasztok! Az milyen lett volna azt mondja, hogy figyelj, többször soha ne hívjatok. Igen, szeretnék valamit kérni, Balázs, többször ne hívjatok. Rohadtul ullak titeket. De ez nagyon szimpatikus, ennyire ködödik a műsor. Küldjük el neki ajándékba visszamenőleg 3 évre az összes adásmenetünk. Igen. Csabikám, remek zenéid lesznek? Köszönöm kérdésed. Ha már a visszavonulásról beszéltetek, Selena Gomez jelentette be, hogy ő most már innentől kezdve csak a színészettel szeretne foglalkozni, és a zenét azt háttérbe szorítja, de azért van egy új dala. Hihetetlen. Azért még így utoljára. Ez a Coming at it, ezt megmutatom. Jó dal egyébként. Szerintem jól énekel. Ne add fel, Selena. Ja, hogy ne vonulja vissza. Meghallgatja. Jól csinálja. 555-55-00, itt lehet Csabitól dalt kérni, pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.